Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Itten vagyunk 6 óra után. 11 perccel, egy igencsak hűvös reggelen. Hello, Jani, hello, Feri. Hello, jó reggel. Hello, drága hallgatóink, itt vagyunk. Kezdjük a hétfőt, a legutáltabb napot, amit nem csodálok, mert én nagyon utálom. De hát el kell indítani át, tehát úgyhogy elindítjuk, és mindenki öltözön föl. Jól? Hideg van. Mit stresszesz? Hány fokot mértél? Hát én ilyen 11-et, ahonnan indultam, és 13-at itt a városban. Az ott azért csípős volt, mikor kiléptem az ajtón, ráadásul nem garázsból jövök, hogy a gyerekek ne ébredjenek föl. Takard be az autódat éjszakára. Az lesz. Megvan a kép, hogy Sebestyén Balázs minden este fölrakja a kis ponyvát a kocsiára? Nincs. Attól melegebb lenne? Nem lenne. Az a utcán szerint... akkor is ki kell lépni, vagy hát a kertbe. Igen. Szóval akkor is hideg van. De utálom, nem tudok beállni a garázsba, mert fölébrednek. És az van, hogy soha nem használjuk a garást. És kint állunk. Tök jó, mert hogy nem használjuk. És hideg autóba kell. Tehát annyira utálom, és annyira beállnék, de mindent a gyerekekért, tudod. Told ki reggelenként. Hát nem bírom. Csak 2,5 tonna, hogy azért az főleg ráadásul emelkedő van, tehát az... A combos lenne. Azért ez nem egy bringa. De a kapura nyílik, tehát vagy a ébrednek a gyerekek, a vagy kapu. A motorhangra. Nem a kapura. Akkor viszont le kell cserélni a kaput. Az. Vagy bezsírozni. A kapura, már próbáltam mindennel, de nem. Így nehéz, nagyon nehéz, és fölébrednek rá. A nagyobbik, a kicsi nem tudom, mert még nem használtuk, mióta megvan. Igen, ha megnyitva vagy a DJ-re, akkor az meg megint nem annyira okos. Sőt, akkor... Nem lennék nyugodt. Azért nem aludnék nyugodtan, bár van ilyen külső riasztó rendszer, de azért nem aludnék nyugodtan. Na minden esetre csípős a reggel, de legalább a hétvége nem ment rá. Hát milyen az időjárásra. Jaj, mert hogy ugye riogattak mindenkit, hogy na szombat, vasárnap, atya úristen, mennyi eső fog esni, stb. Esett az egyik este. Volt egy kicsi, de hál' Istennek két köznap, illetve mondjuk így napközben nem, úgyhogy ezek a hétvégi programok, meg rendezvények, ezek nem mentek rá. Én szerintem sokan örülnek neki. A hétvégén fönn voltam az édesnapokon a bárban. Nem gondoltam rá, de ilyen csoki napok voltak. Úgyhogy ez zseniális volt, nagyon rendben volt. Az egész úgy tavaly is volt, ezt már évről évre megrendezik. Ugye Antoniákkal, az Erős Antoniákkal voltam fönt, ugye az Ecsep Alapítvány meghívott, hogy oda, hogy prezentáljuk egy picit ezt a cukormentes tortát, ugye a baraszkos buborék tortát, és nagyon jó volt, szerintem nagyon-nagyon örültek neki, hogy nem az volt, hogy még 6 ember ott lézeng, és szakadó esőben is 5 rendező, hanem azért voltak bőven, nem is több ezeren voltak szombaton. Azt hiszem, hogy én vasárnap reggel voltam fönt, de szombaton valami 3-4-5 ezeren volt, borzalmasan sok. A sok. Mennyi csokit ettél és tortát? Hát sem ennyit, jóformán. Ne bár! Még azért erős, hogy 2 óta beugró vagy, és még nem ette egy falatot se. Én azt hallottam, tehát az picit azért... Recces. Kérdezem, hogy ettetek a 2 napot, hogy leheted, ehetsz valamit, az, hogy ott vagy. Tehát 2, 3, 2, nem tudom mennyit, tehát bemegy egy család egy 10-esért, és akkor még benn vagy. Szerintem az a baj, hogy... Az egy picit erős szerintem. Hát igen, baj, rögtön kicsit csúszott, hogy gyakorlatilag az összes ilyen főváros ilyen gasztrofesztiválnál általában ez szokott lenni, hogy nem értem, hogy elmész, fizetsz, és akkor gyakorlatilag... Igen. Azért most már sok az ingyenes, hiszen most például az Andrássy úton volt street food. Az igen. Az végig, éjszaka, akkor igen. Tavaly hülye vagyok, múlt héten kint volt a felvonulás. Hát úgy ingyenes, hogy belépő nélkül. De hát aztán az oda mész, és meglátod az árakat, azért ott is azért. Igen, az egy másik kérdés, az már eldönthető. Ez a 2-5, és meg nem ettél, nem itt áll. Csak brutál csokikat nézel mindenhol, tudod, és már ment 2005, úgyhogy semmit nem ettél, és nézzél, még meg kéne ezt kicsit kóstolni, azt kicsit kóstolni, igen. Ez nem értem, hogy ez miért így van. A borfesztivál is ugyanilyen a budai várban, hogy bemész, nem tudom mennyi a jegy, de ott is az van, de ott legalább valamit leihatsz, lehet valamennyi, belőle. A Pálinka fesztivál is valamennyit leihatsz. Igen. Kuponokat kapsz a jegyért, és akkor leihatod. Ez bent vagy, azt akkor csak megnézel a csokoládét, és így nyúlna érte a gyerek, rácsapsz a kezére, hogy már belétünk, hello. Igen, hát egy család, ha fölmegy, az egy 10-eske. Ez egy picit erős, igen. Mondjuk azért voltak bőven kóstolók is, osztogattak is rendesen, ingyér is, úgyhogy érted, 3-4-szer ugyanott elmész, már meg is. Kérdezd a profit. Nem jön negyedszerre, de nagyon ízlik a trüffeles, karamelles belga csoki is. Persze, hogy brutál durva, nagyon jó. Köszönöm. Ön már megkóstolta, igen, és megint megfogta. Nem, az nem igaz. Szakálban, napszemekben, kapuszni van, tudod. Nem találkoztam, nem. Uram, ön nem az? Ne. Köszönöm, hogy nem. Ne, semmi. Ismerős, hogy nem. Semmi extra. Igen, hát most a magyarosban, nem. Most abból a vanilás, evet, nem.
Igen, így mondjuk lehetszed a 2005-öt. Van, aki aztán szerintem dűből lekostolja a 2005-öt. Tehát tényleg van ne az vicce. A típusok, hogy azért bement a család 10 000, ezt így fejben összeadta, jó, négyen vagyunk 10 ropi, na most akkor dűből kostolunk. És addig megy, amíg ki nem dúra, mint gombócartúr. Tehát a dűből kostoló is biztos, hogy felment. És ott volt. Én nem voltam sehol hétvégén, gyerekek. Pihin, nyugi. Na, beteg otthon. Volt a kicsi, úgyhogy... Au. Szenvedtünk vele egy kicsit, úgyhogy semmit. Semmire. Has? Nem, ilyen kötőhártya, meg nátha, meg az nem tudom. Megfújta a szél valahol? Befújt a szél a kulcsukon. Nem tudom. Nem nagyon volt kint. Az, hogy amikor visszük be az óviba, ugye Viki például, akkor a többi gyerektől valamit így össze. Ennek most az a hátránya, hogy most állandóan beteg, viszont mire oda kerül, addigra már egészséges lesz. Igen. Tehát ez egy jó dolog, mert ugye a gyerek most a nagy mindent hazahoz. Kirúgja magát, igen. Mire nagyobb lesz, akkor jönnek majd a kamasz meg a felnőtt betegség. Tehát, így van. Hogy... Inkább most esünk túl rajta. Úgyhogy laza kötőhártya gyulladás. És ajjaj, az nem jó. Nem volt túl esemény dús a hétvégém, sajnos. Otthon voltunk elég sokat. Na mindesetre erre még rájött volna rossz idő, és aztán már végképp felkötötték volna magatokat. Egyébként én is. Tehát, hogy én rettegtem ettől, hogy most basszus, hogy jön ez a hétvége, és ez egész, semmi másról nem fog szólni, csak arról, hogy kint zuhog az első rohadt hidegben, hogy nem tudsz csinálni semmit az égvilágon. Úgyhogy legalább ezt megúsztuk, és megúsztuk ez egész héten, azt mondják. Igen, talán jó lesz. Mind itt van az általad oly kedvelt indián nyár, vagy vénasszonyok nyara. Ez most már tényleg az lesz, most ilyen 21-22 fokokat mondanak. Na, az jó. Úgyhogy élvezheted, ami a korodnak megfelelő. Azt szeretjük. A vénasz. A jó milf, a milfek nyara. Mi azt szeretjük? A jó milfek az mindig jó. Bár a milf az egy pozitív jelző, a vénasszony az nem annyira. Tehát a milf az egy dicséret. Az, igen, és hát a vénasszonyoknál korban egy kicsit lejjebb is. Egy van korban egy kicsit lejjebb van, igen. Na mi van, felkészültél? Az utolsó 100 cigarettára elhúzzuk még, adsz még magadnak időt. Tényleg nem akarod elszívni. Nincs már. Végeztük. Végeztünk? Tehát te is azt érted, hogy hagyjuk már a francba. Most már szívd el azt a rohadt cigarettát, azt tedd le egy életre. Na. De így van. Idáig jutottuk. Múlt hét csütörtökön elindítottuk a kis csoportunkat, hát vannak, akik már megdőltek a dohányzással való leszokásban. Gondoltuk, hogy megfognak, tehát ezt gondoltuk, hogy 4 napig tart azért. Figyelj, de van két olyan taktárs, aki viszont már letette a dolgot, hát itt 2 nap ott mondani az a letevésnek nagy dolog, de hogy különböző módszerek úgy tűnik, hogy működnek. Én tegnap este eldurrantottam a teraszon az utolsót. Utolsó előtt itt. Az utolsó az itt van. Az itt, az azt rituális. Azért, hogy vegyük át, tehát, hogy úgy jössz be reggel, hogy rituális? Jó. Nem, azt így kell elszívni. Rágyújthatsz. Ne, legyen inkább holnap, és akkor majd még 4-et szívjál. Nem, jó, de nem várjál, akarom. Legyen inkább szerda is, addig de nem akarom. Szívjál 20-at. Tehát, hogy én nem én akarom, ha érted? Így én fölkészültem. Tanárom, én készültem erre a dologra, úgyhogy itt az idő. Nagyon helyes. Meg tudjuk csinálni. Jó van, jó van. Majd kicsit kiabálok, megölök egy pár embert. De most azt érzem, hogy jó vagyok. Tehát mentálisan rákészültem a dologra, és hogy a kínzó, a nikotin ellenes, vagy a nikotinért folyó kínzó vágy el le tud engem gyűrni, azt most nem tudom nektek megmondani. Ember próbálok maradni. Tapaszt lesz? Nem lesz, én nem akarok semmi ilyesmit. Én nem gondolom azt, hogy ezek jók. Már nem úgy, hogy valamelyik reggel csinálsz tapaszokat. Ja, úgy igen, persze. Éhes vagyok, lesz tapaszt. Nikotin tapaszt, ez nem érdekel. Hozzányúltak-e ez a bethez, ami alattunk szól, vagy jobb a fülem csak? Szerintem csak ők meg. Jobb a fülem? Kidugult. Kidugult? Igen, lehet, hogy a gyerek kötőhártyája kihúzta a füledet. Na, adtok rá egy kis hangot, akkor azt hallott, hogy a magas, ez egy cit-cit-cit, van egy ilyen cit-cit-cit. Ott jobbra fönt, hallod? Várja. Megvan. Figyelj. Nem a mély. Az erősebben jön. Lehet, hogy meg. Aha. Újra keverték ezt a dalt a kedvünkért. Várjál. Ah, de egyébként van benne valami. Ott jön, érzed? Na mindegy. Jó van. Na kezdjük el akkor a ma reggel. Persze, toljuk. Toljuk. Megnézzük, menjük, hogy... tépjük, húzzuk. Megnézzük, hogy mit csináltunk a múlt héten. Fogalmam nincsen. Nekem már. Igen, Zamer Gábort felhívtuk. Ajja, igen. Hogy meséljen egy kicsit a sorozat függőségről. Mert hogy kénytelen, kelletlen, be kellett ismernem, hogy nincs mese. Most már valójában az ember tényleg függőnek számíthat titokba, kimászva a hitvesi ágyból éjszaka. Sorozatot néz, felhívtuk az Aert, és a legnagyobb meglepetésünkre elmondta, hogy ne aggódjunk, mert ő is az. Ő is. És kell valami függőség az ember életében ahhoz, hogy egyszer túléljük. Belülről térképezi fel az ellensége, a függőket. Igen, túléljük az életnek hívott valamit, úgyhogy Zahár Gábor elmondta, hogy nézzünk csak sorozatot, és ő is tök függő, kiderült, hogy ismeri a Trónok harcát, nézi a Homelandet, és mindent tud a sorozatokról. Közben azért adott nekünk szakszerű tanácsokat, hát hogy tudnánk ezt legyőzni. És hát engem a nikotin függőség. Úgy biztatott, hogy öröm volt hallgatni.
Igen, a nikotin függőségről is beszélt nekünk egy kicsit, úgyhogy meghallgatjuk, mi történt velünk pénteken, ugye, mert hogy tegnap az vasárnap volt, az nem jó, Bali. Igen, pénteken. Aztán jövünk vissza már is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 3 perc múlva, 6:30, jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy kicsi szösszenet abból, hogy mi történt velünk. Terror, hát jók voltunk. Hát, hogy a francba, hogy miért nem tudunk egyszer rosszak lenni, de tényleg komolyan mondom, ez egy nagy terror, hogy mindig jók vagyunk, tényleg, nem? Egyszer lehet. De most két, nem. Csak a változatos a kedvéért, csak azért, hogy egy kicsit kizökkenjünk ebből. Nem? Nem. Nem, megy, megy. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy új sorozat Narcos. Üdv... Ez Márkosz írta, hogy Márkosz. Ez, megmondom neked, természetesen tudok róla, és ez arról szól, hogy az Escobarnak egy ugye hát a világ legnagyobb kokain szállítójának, és nem tudom, a világ kokain szállítmánynak 80% az ő kezén keresztül ment el. Ja, Narcos, kábítószeres. Narcos. Ról az életéről szól. És elég jónak ígérkezik, jó értékeléseket olvastam, úgyhogy ma este az első részt azt természetesen abszolváljuk. Köszönjük a tippet. Leányfalunk baleset a 26-os kilométernél, rendőrök irányítanak Pest felé, már kilométeres a kocsisor, Baluk küldte, Gödöllőnél be van állva az M3-as lépésben halad a sor, és azt mondja, hogy nézem még, hogy van-e valami. Szívesen elszívom Feri utolsó szá cigijét. Nagyon rendesek vagytok. Erre számtalan ajánlatot kaptam már, és a legszebb az volt, hogy bármerre jártam a hétvégén, és még ugye dohányoztam, az volt, hogy beállulok a Balinak. Igen? Na most ezt untam. Én türelmes vagyok ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. Ez most legszívesebb. Na ez mától megy majd, mától. Mától így van, mától jelenthetsz. És mondtam, hogy figyelj, hallgassad a rádiót, érted, ha füleddel. Hogy azt mondtuk, hogy hétfő. Igen, még nem szoktam le. Igen. Nagyon kemény. Most tényleg ideges voltam már előre. Na majd most. Mostantól köphettek. Most már lehet. Fotó, 10 000-et ad minden fotóért a Balázs. Az nekem nagyon komoly pénzt fog megérni. Az biztos. Te sikerült téged a cigarettával elkapni. Hogy álltunk a múlt héten? Nyertünk, vagy elvesztettük? Elbuktuk azt. Elvesztettük? Igen. De 3-2-re szép játék hét volt, tehát hogy 2-2, és utána ugye 3-2-re, tehát nem nagy vereség, meg egyébként is hát a 27 nyertetünk az. Na mindegy, érted? Nincs veszélyben, gyerekek, nincs veszélyben. Jó, na hát akkor kezdjük el a reggelt, lehet jelentkezni játékra. Jó, aki játszana velünk, az írjon SMS-t. Ákostól meghallgatjuk a legfrissebb híreket. Aztán jövünk a hírek után a játékkal. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Egy jó kis gaga, hát az igen, jó, az kell. Jöhetne tőle is már valami új. Igen, mert hogy... Lehet, hogy van. Pihentek pár év. Ja, hát még az is előfordul. Az is lehet, ám, hogy már fél éve van, csak mi kapjuk mindig a, van, mi kapjuk a régieket. Valahol azt is unják. És simán el tudom képzelni, igen. Na... Hát igen. Itt vagyunk, elkezdtük a hétfő reggelt, és a 10-esen már most lépésbe lehet haladni. Ezt Gabci küldte nekünk. 26-os kilométernél Leányfalunál van egy baleset, rendőrök irányítanak Pest felé, nagy a kocsisor, valamint Gödöllő is be van állva, illetve Gödöllőnél az M3-as. Be van állva. Gyerekek, be van állva. Az jó. Ne rugózz el, így írta, így olvasott, kész. Ennyi. Na, elvesztettük a múlt hetet, úgyhogy nyerni akarunk, nagyon felszívtuk magunkat, mert hát egyszerűen ezért vissza kell vágni. Vissza kell vágnunk. Te ennyire felhúzod ezen magad. Hát nem szeretek hetet veszteni, még akkor sem nagyon vesztem. Nem vagy az a vesztes. Ne veszítsünk minden, amit lehet, azt húzzunk be, amit lehet, húzzunk meg, de ne. Akit, amit az régen éve. Volt. Az a hajó már sajnos. Ez régen volt. Nem engedj. Távol van egy fehér vitorla. Együnk meg, amit lehet. Ígyunk meg. Ne engedjük. Egy újabb hetet elvegyenek tőlünk. Úgyhogy megnézzük ki a játékosunk, mert hogy valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello. Szilvi? Igen, hello, sziasztok. Szilvi Budapestről. Szilvi Budapestről. Műkörmösként dolgozom. Igen. Az menő szakma még mindig, mert úgy régen olyan menekülési útvonalnak érezték sokan, hogy akkor én elmegyek műkörmösnek, hogyha mondjuk nem jött be más. Én is agyaltam rajta sokáig. Igen, tudom, mesélted a múltkor.
Ez csak az. Hát volt nekem is egy olyan elképzelésem, igen, hogy azok a nők, akik nem tudnak bárhol máshol érvényesülni, akkor azok elmennek műkörmözni. Hát ez nem így van, tehát nagyon sok buktatója van a szakmának. Mitől jó a műkörmös? Tehát mitől vagy te jó műkörmös? Hát nem tudom, hogy mennyire vagyok jó. Amiben nagyon igyekezni kell, az nyilván ugye a napi szinten az újdonságokkal tisztában kell lenni. Ezen fölül meg hát emberismeret. Tehát két órán keresztül normálisan szóval tartani a vendéget, úgyhogy ne legyen semmi konfrontálódás azért. Na itt bukott meg a Jani. Ennél a résznél. Mi most a trend műkörömben? Hát én azt látom, hogy egyre jobban inkább a természetesség felé hajlanak a csajok. Tehát az a jó. Mi? Gyászszegély? Igen, tehát nem a 4-5 centis hosszú műkörmök, hanem inkább a szolidabb. Az jó, azt szeretjük, ezek 4-5 centi, ez szörnyű. De akkor azért építesz majd műkörmöt, hogy természetesnek tűnjön az a köröm, ami a... Kicsit hosszabbat csinálsz, mint ami van, meg szebbet. Picit benőtt, picit gombás. Gombásra nem építünk. Kivel szeretnél játszani, Szilvi? Hát veled, Balázs. Jó, oké. Játszunk akkor egyet, jó, Jani? A 3, 2, 1, fire. Na várj. Ja, bocsánat. Beszéltünk már valamikor, Szilvi? Szép jó reggelt, körülbelül 2-3 hónapja. Akkor beszéltünk, akkor voltam veletek adásban, mégpedig azért, mert egy ilyen nabos témát pontolgattatok éppen, és ami nektek kérdéses volt, arra én tudtam a választ. Akkor jól emlékeztem, hogy ismerős a hangod. Valószínűleg jól, igen. Ott van, de kárka! Ne csinálj már! Basszus, tolsz egy ilyen 15 másodperces monológot. Gyönyörűen, mindent kikerülve. Erre bedobsz egy igent. Úgyhogy senki nem kényszerít rá. Úgyhogy válaszoltál is, és utána dobod. Igen. A képességem zavarba hozott, hogy egyszerűen hangmemóriám van. Zavarba hozott. Azért volt, hogy legyen egy kis önbizalmatok a hétre. Az jól jön nekünk, az jól jön. El vagyunk anyátlanodva. Igen, tudom, hogy beszéltünk, ismerős volt a hangod. Most nagyon érzi. Ezt nagyon éreztem megint. Szilvi, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Puszi neked. Sziasztok. Ciao. Hello. Komolyan elmegyek fellépni a cirkuszba ezzel. Csak hogy tudom ezt megmutatni a cirkuszban? Azt kell, hogy úgy fogják hirdetni az előadást, hogy jöjjenek olyanok, akik valaha beszéltek veled. Igen. Jöjjön el, és nézze meg a cirkuszon a legújabb számát. Ahogy fölismeri önt. A világon az egyetlen hangmemóriával rendelkező ember. Aki megmondja. És nézd meg, Zsűr. Hát tudod? Fekete fehér Szilvi szeretni nyitni a hetet veled, Szilvi Budapesten van műkörmös, kötője Szilvi. Az ember, aki emlékszik. Mi van? Az ember, aki emlékszik. Ő az ember, aki emlékszik. Balázs. Az ember, akinek a füle nem felejt. Az ember, aki bármilyen hangot megismer az elmúlt 2 évre visszamenőleg. Nagyon jó. Úgy kell csinálni, hogy egy áráért 2 kell adni. Az első előadáson nincsen katarzis, ott csak beszélgetsz a nézőkkel. És a második, és két hónapból visszajönnek. Igen. De nem mondják meg, hogy ők visszajöttek, és hogy mikor jöttek vissza. Önnel beszéltek? Azt kell kitálni, hogy ő egy új vendég az előadáson, vagy 2 hónappal ezelőtt én beszéltem vele. Ez komolyan fellépek ezzel. És tudja! Nem nyúlok mellé. Tényleg. Most se nyúltam mellé. Megkérdeztem, emlékeztem rá, és tényleg beszéltünk vele 2 hónappal ezelőtt. És kellene egy nem. A hangmemória nagymestere vagyok. Egy társműsorvezetőnek ott áll melletted, és azt mondja, hogy jó, egy pillanat, és akkor hallgassuk a hölgyet. Igen, már beszéltünk. Mindenki tapsol. Istenem! Azt a mindent! Aki emlékszik? Az egyetlen ember a világon, aki hangmemóriával rendelkezik. Lesznek plakátok? Ilyen nagyon titokzatosak, ilyen félprofilosak, ahogy a sötétből előtűnik egy picit az arcod, és így belenézel, és egy picit így megcsillan valami a szemedbe, valami idegen, valami földön túl. Tudja vagy nem tudja? Nem tudom, ez milyen képesség, de ezt most már tényleg ezt pénzre kell váltanom. Menő. Szóval ezzel valamit kell csinálnom. Hát ilyet nem hallottam, hogy embereknek hangmemóriája lett volna. Tényleg, tehát ez eddig senkinek nem volt. Hát, viszont a politikai életben ezzel nem nagy karriert csinálnál, mert érted? Már ott az, hogy 2 hónapra visszamenőleg meg tudod mondani, hogy te már erről beszéltél, vagy ennek az ellenkezőjét mondtad. Ja, hát az, ez úgy, nem, igen. Senki nem hinné. Igen, úgy könnyen fogható lenni. Na jó, hírezünk újra, jó, hogy ne csúszunk meg. 5 perc van pontosan 7 óra, mindenki öltözön föl jól, mert hogy hűvös van. Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning!
Morning Show. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, hűvös van, hideg van, mindenki öltözön fel jól. A legnehezebb ez az időjárás, amikor reggel hideg, aztán kicsit kisüt a nap, ha beborul már fázol, ha kisüt meleged van, szóval, hogy nehéz, nehéz. Mondom a megoldást. Ne menjen senki sehol. Vagy kis kabát és később leveszed, na? Az jó. De a gyereket hogy öltözteted fel? Na ez hogy a legmosszabb. Ez a legnagyobb szívás, mert ugye hát... Nálabán suli ott már benn vannak folyamatosan. Hát azért ott is a szünetbe kimegy, vagy nem tudom, és most már ott az van, hogy ugye őket már nem öltöztetik, már nincs, már nem szólnak, hogy vedd föl a kis kabátkádat, ha mész ki, semmi. Oviba még ugye az óvónénik, azok rettetesen kedvesen, aranyosan, még rászólnak. Isibe járnak a gyerekre. Isibe az Isibe már kemény világ. Mi már nem tudom, az elmúlt 3 hétben azt hiszem 2 ilyen pulóvert hagytunk el, egy csizmát, gumicsizmát, az ami van. Tehát gyerekek úgy öltözkednek, amit találnak, felveszik. Az jó, a méretben megfelel. Valakinél a másik párja esetleg. Ilyen folyamatosan én is keresem a gyerek egyik cipőjét, más izoknyát, hol a hosszú ujjú, de miért vitted az óvodában? Mondtam, hogy ne, azért folyamatos. Délután, amikor megyek érte, állandóan nagy harc megy. Volt még rajtad valami, nem tudod, melyek haza, és az anyja, mi... hol a pulóver, hol a kabát, azt mondta, hogy így, hát most ez egy tudom, benti cipő, mondom, fotózzam és... le, hogy mibe ment, hát nem én viszem már, én csak hozom. Hát mondja el a gyerek, hogy mibe ment, azt majd megkeresem az óvodában, amikor azt mondom, Beni volt valami, nem így jöttem haza, melyek is tudod, azon a megvető pillantásokat kapok, hogy, hogy te... miért hagytam el a kabátját, a pulóverét, a sáját, a sapkát. Mezikláb nem mehetett. Igen. Na, Petőfi Budai Hídtől 40 perc, a Mester utcai katasztrófa kukat küldte nekünk. Azt mondja, hogy trafi 832-esen Csót belterületén a fák alól mérik a gyorshajtókat, Hege üzente. Klasszdugóban az M3-ason a Klassz FM-mel sétautózás autópálya 80 helyett akciósan 5 km per órával. Munkavégzés nélkül, igen, nem írja nekünk valaki. Mi van az M3-ason? Azt én is nézem. A Kisbagi pihenőnél arra szól a Sorpest felé, de nem tudjuk az okát egyébként. Karcsi elküldte nekünk. Ha valaki megírja, akkor mondjuk majd lehet egy lámpa, vagy egy baleset befelé, nem tudom. Minden esetre az M3-ason befelé nagy dugó van. Van egy trafink az M7-esen, az 51-es kilométernél Balcsi felé. Henci apu küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami friss. Mi történt a 11-es úton? Nagyon lassan halad a kocsisor Leányfalun keresztül. Ezt is SMS-ben kaptuk. Hát hétfő reggel van, szerintem nem is biztos, hogy sok helyen oka van. Egyszerűen csak elindult a hétfő. Reggel van, mindenki megy óvodába, iskolába, és... És mindenki utál ezt. És mindenki utálja. Tegnap jöttem izomból a 10-esen. Kipróbáltam a körforgalmunkat. Az a, igen, na és? Kipróbáltam a körforgalmunkat. Tegnap elvittem édesanyámat a rokonsághoz, és jöttem visszafelé. Akkor átmentem a körforgalmon. Ilyen cuki. Ott hát úgy jó, lehet menni, mint a várja. Hát várja hétvégén, na, hát mondom, azért az úgy könnyen. Mondom, hogy mitől van a cucc, mert utána elérkezel a vasúti átjáróhoz. És ott vége mindennek, tehát ott már hétvégén, tegnap este is ilyen torlódásos cucc volt. Építik ott az alul vagy fölüljárót, nem tudom, de hát az még mire kész lesz, tese odáig nagyon lejtett nagyon vagy kemen. Emelkedett, mert akkor meg tudjuk mondani. Nem tudom igazából. Tehát nekem úgy tűnik, hogy föld alá megy. Aha. De a másik oldalán nincs kijárat. Még. Tehát majd idővel. Lehet, hogy ez csak a dobbantó része lesz, tehát a körforgalom nagyon szupi, nagyon nagy. És utána van a... És utána, hogy jössz befelé, a vasúti átkelő van. Ott én kaptam egy piros lámpát, azért is álltam, volt megnézni a dolgot, hogy ott megy az építkezés, és most úgy van, hogy például, hogy kifelé mész a Bécsi úton, a Bécsi út egyszer csak eltűnik, és ott egy ilyen aszfaltozott kis baloson le tud zögykölődni, ami egysávos. Aha. Egysávos ki, és egysávos be. Ez az oka. És mi lesz majd, hova viszik a vasutat? Leviszik, vagy az autókat viszik? Le... Szerintem az autókat le, ott aluljáról lesz. Aluljáról. Csak majd arra vigyázzanak, hogy be legyen kötve majd a csatorna, mert már vannak ugye példák rá a múltból, hogy az is egy pici problémát jelenthet, majd ha áll benne a víz ősszel. Hát reméljük, hogy ez mindjárt előbb változódik. És akkor kétszer két sáv lesz kifelé, befelé. Mert most mondom, egy ilyen egysávos szűkítés van, egy sávra szűkülsz, ami ráadásul ilyen eskanyart kell megcsinálod, úgyhogy kétszer két sáv, és akkor elméletileg a következő torlódás majd egy lámpánál lesz a Bécs. Igen, tehát akkor megvan a körforgalom, igen, megvan az aluljáró, minden megvan, viszont lesz ott egy lámpa, ahol Marika néni azonnal megmondja, nyomja, hogy át akar menni, igen, ezért 4 percenként vált 10 percre pirosra, tudod, és azt viszont már nem fogják tudni elrakni onnan, és minden megépült teljesen, teljesen feleslegesen. Hányadika van ma? 21. 21. 21.
Hát remélem, hogy nem mulasztottátok el tegnap a szeptember 20-ai napot. Nyilván nem mulasztottátok el, ti is átéltétek. Ilyen volt. Ilyen 20-a volt. Jó volt? Hát vasárnap, 20-a pihen az ember. Hát most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz hírt fogok mondani férfi társaimnak. És a nők is nagyon el fognak szomorodni. Mert hogy tegnap volt, és szerintem nagyon sok pasi elfelejtette, én nem. A szent! Mi lehet ez? Várjál, ne segíts! Várjál, várjál. Próbáljuk már kitalálni, igen, hogy mi ez. Egy nap jön a pasiknak... egy nap az ápoltabb hajér, mindjárt figyelj. Várjál. Szerintem ennél durvább lett. Nemzetközi szexmentes nap? Én tartottam tegnap. Én ezt nagyon sokáig tudom tartani. Tehát ez a pasiknak fontos, de majdnem mindenki elfelejtett. Nem, a nőknek fontos. A nőknek fontos. Kell, hogy fontos, és a pasik valószínűleg elfelejtették. Aha. Pasik felejtik el, úgysem fogtok rájönni. Elmondom, mi volt ez. Szeptember 20-án volt a nagy nemzetközi értékeld a feleséged nap. Ah, kutya fáját, de értékeld a feleséged. Értékeld a feleséged. Ettől az évtől van. Ez... Én még... Nem tudom, hogy ez mikori. Akkor ezek szerint, ahogy elfelejtetted. Igen. Ma azt kell mondani, hogy évek óta értékeltem. Nem, én is elfelejtettem, tehát fogalmam nem volt, hogy ez van. Értékeld a feleséget. Ami arról szól, hogy a gondolkodás alapvető női principiumok közé tartozik, jelentsen a szó bármit is. Na, jó van. Tehát, hogy a nő gondoskodik alapjává a férfiról. Aha. Vacsorát főz, gyengés vele, mosvasal takarít, hát ezt azért sok nő utálja, ugye? Szerintem csak így visszaküldtük most őket egy mondattal a konyhába, a tűzhelyből. Viszont most szerepet kell cserélni, és legyen egy olyan nap az évben, amikor a férfiak értékelik a saját feleségüket. Na, ma jövőre akkor. És leírja ez a cikk, hogy mit csináljak én a feleségemmel, hogy úgy érzi, hogy értékelem. Most el kell, hogy mondjam, hogy én ezt elolvastam, aki ezt írta, annak nincs feleség. Aha. Nem élt még soha párkapcsolatban, és fingja nincs, hogy kell lehet nőt boldog. Vagy tényleg szereti. Azt kizártam. Elmondom, hogy mit írt a cikk írója. A szívből jövő gesztusok ugyanis fillérekbe kerülnek. Azt mondja, nem kell drága dolgokat venni. Hú, ez van. Igen. Miért? Ez jó kapaszkodó. Ezt a cikket még nem vajna. A szívből jövő gesztusok, ezt fel kell írnom. A szívből jövő gesztusok nem kerülnek sokba. De ezt írd fel, ez neked pont jó, nem kell venni semmit. Ez neked az arcpoétika. Ide van írva, látod? Nem kerül sokba, szívből jövő gesztusok. Nem kell fölírni, hát így ér 20 éve. Kihúzom a széket neked, hogy tudják krumplit pucolni. Hogyan tudom én értékelni a feleségemet? Menjünk el egy tóhoz biciklizni, és kacsákat etetni. Aha. És kacsákat etetni. Egyébként, most, hogy itt többször elolvasom, lehet, hogy van benne valami. Na. Várja, de ez nem a nemzetközi értékeld a kacsádat nap. Vagy a vízibicikli. Vagy igen, vagy értékeld a vízibicikli. Ja, de figyelj, csak azt nem mondja, egyébként azt nem mondja, hogy a feleségeddel menj el egy tóhoz. Tehát menjetek el egy tóhoz vízibiciklizni, és kacsákat etetni. Mert legalább addig se vagy otthon. Hát a haverjaiddal is elmehetsz, és akkor anya megszabadul legalább erre a vasárnapra tőled. Ennek örül egy nő, hogy elmentek együtt kacsát etetni? Hát annak örül, ha te rászánod az idődet, és elmentek romantikusan sétálni. Anya, basszus, evezzél már gyorsabban! Rohadt kacsák már elúsztak! Hát ez a baj, hogy hiányzik belőletek a romantika, nem látjátok ebben, hogy ez mennyire jó. Egyébként, ez nagyon nagy. Tényleg nem is értem. Társas játékozzatok, bármi jöhet, akár kinevet a végén, vagy Monopoly is. Aminek a végén nálunk például mindig összeveszés van. Tehát ha a család nálunk társas játékozik, valaki biztos, hogy bedurcáz, és elkezd üvöltözni, hogy de ez így nem igazságos, vagy a gyerek, vagy az asszony. Kísértődik meg a végén. Na? Azt mondja, hogy kiránduljatok egyet a hegyekbe, vagy vegyétek az irányt bármerre, ahol mesés panoráma vár benneteket. Komolyan mondom, kikérem magamnak. Tehát ez abszolút nem életszerű. Várjál, Jani, beütél mesés. Így van, beírom, hogy mesés panoráma. Jó. Ingyen van a mesés. Szigligeti Öböl. Tessék, Szigligeti Öböl. Első. Már ezzel nem is kell foglalkozni, bejutott gyorsan. Mesés panoráma. Oké, irány Szigliget. De ez már pénzbe kerül, odáig már el kell menni. Na tessék. Minek örülnének valójában a nők? Írják meg nekünk, hogyha mondjuk ezt a napot ma tartanánk, akkor az ő párjuktól minek örülnének a legjobban? De persze nem kell romantikus dolgokra gondolni, mert én tudom, hogy sok nő vágyik romantikus dologra, közben annak is örülne, ha a párja budi után kezet mosta. Ugye? Igen. Tehát, hogy itt van egy csomó olyan dolog, vagy visszahajtaná azt a rohadmányos WC-deszkát, vagy egyszer végre elmosogatna, nem? Persze igen. Lehet itt ilyeneket csinálni, hogy kelj föl korábban és csinálj neki reggelit. De hát nem menjünk ennyire messzire. Aki ezt írta, annak nincs felesége valószínű, nem? Nincs. Tehát ha menjél vízi biciklizni, etessék kacsát, majd monopolizzál, azért ez nem tudom, hogy mennyire életszerű, bár nem hangzik. Egy szép nap lenne.
Szép értem. Nap lenne. És utána pedig úgy fejezitek be napot, hogy mesés panorámát. Tehát kerestek, és akkor megnézzük hát a laplemet. Hát akkor elmész, ugye a Balatonhoz kell menni, igen. Mert akkor van vízibicikli. Van vízibicikli, van kacsa, van szigligeti panoráma. Na jó, de nézzük meg őszintén, tessék, mi volt az utolsó gesztus, amit a feleségeteknek vagy a páratoknak tettetek, mint hogy kifejezzétek, hogy ő a feleségetek, a barátnőtök, hogy fontos nektek. Tehát nézzük ezt az meg. Életünk vegyük az. Vegyük magunkat górcső alá, és hát nézzük ezt meg. Ja, hát ha már egyszer az előbb bedobtam ezt a WC után kézmosás, én tegnap kezet mostan és utána mentem oda hozzá, és rötenek, hogy de most csipentettem össze tiszta kézzel a kis arcát két oldal. Látod, milyen igazi férfi? Hát ez... Ki lesz ma kedves apához? Ki lesz ma kedves apához, azt mondtad? Hát ez a baj. Hogy semmilyen gesztus nem gyakorolsz. Szerintem ez a romantikus. Hogy semmilyen gesztus nem gyakorolsz. Hogy most nem tudsz mondani egy olyat, amit csináltál. Tessék. De miért? Amikor indok nélkül éreztettétek na. Vele. Amikor egyszer csak megleptétek egy bundás kenyeret. Tegnap nem szóltam neki reggel. Három olyan dolog értem, hogy rohadtul idegesít. De ez gesztus értékű volt. Egy, elfogyott az ásványvíz, a pinyóba neki kellene lemenni értem, mert hogy ő is a legtöbb ásványvizet, nem hozott fel, nem szóltam neki. De föl is hoztál? Papírtörlő szintén elfogyott, azt is hoztam föl. Én raktam oda a helyére. A WC-öblítő szintén nála fogyott ki, azt is én cseréltem ki. És egyikért sem szól, egyiknél sem mondtam azt, hogy anya basszus, nem igaz, hogy mindig nálam fogy el, ugye? Persze, nyilván mindig nálam. Nálad fogyott el, cserélt ki te. Miért nem lehet ezt automatis? Nem voltam ilyen. Nem voltam ilyen nyers és durva és modortan, és egyébként jogosan felháborodott. De várj, ez tegnap volt? Tegnap. Hát akkor ő tegnap ünnepelte ezt a napot. Így van. Három dolgot nem mondtál el. Így van, három dolgot nem mondtam el, nagyon szavar. Egy romantikus férfi állat vagy, egy igazán a nőket a tenyereden hordozó, igazi romantikus vagy. Tehát elfogyott a budi papír vagy a készszőlő, nem volt ásványvíz a hűtőben, nem említetted meg, mi volt a harmadik? Készszőlő, ásványvíz és a WC-öblítő. És a WC-öblítő. De nem csak, hogy nem említette meg, hanem meg is csinálta. Megcsináltam. Hozott föl WC-öblítőt, papírtörlőt és vizet. Na? Most de te tényleg mit akarsz, hogy még kedves is legyen? Vagy az ember, vagy így szeretges? Most ha tényleg be akarjuk magunknak vallani, az utolsó olyan gesztus, amikor ok nélkül, mindenféle apropó nélkül csak kifejezted azt, hogy mit érzel iránt. Erre a nők egyébként vágynak. Ezt ennek a nők örülnek, nem mondják, de titkon örülnek. Most mondhatjuk, hogy egy szál virág, ami összejes, amikor csak oda mentél, átölelted, és azt mondtad, hogy nélküled az életem. Mit tudom én, gobisivatag. Igen. Ma rájtöttél a fenekére, és azt mondtad, nélküled hogy... az életemben végre megint lennének távlatok. Na például erre. Igen, de most, amikor rájutottél a fenekére, és azt mondtad, hogy mutathat nekem bármilyen ez nőt. Is évről évre nagyobb. Hát igaz, igen, mutathat nekem bármilyen nőt nekem. Te vagy a legszebb. Na, ugye? Aha. Hogy elmaradnak na ezek most ezt próbáld na. Majd ki, jó? Hogy aha. Mutathatnak nekem bármilyen nőt, te vagy a legszebb. Úgy fölpofoznak érte, hogy de már miért pofoznak föl? Miért pofoznának hát föl? Ezért? Hát, hogy bármilyen nekem nőt vagy látok a... az ha. Utcán, a tévében, mit tudom én nekem, akkor is te vagy a legszebb. Akkor is, tehát hiába nézem meg őket, így de nekem te vagy az istennő. Szóval azt mondod, bármit mondasz, nem jó nekik semmi? Hát nem tudom. Az azért érdekes, hogy amit ugye a Jani megtett tegnap. Ez egyszerű hétköznapi dolgok. Igen, de hogy ez nem a klasszikus dicséret. Ez nem dicséret, semmi, de nem. Akkor te még nem ültél be reggel álmosan a sötét retyóra, és nyúltál oda a papírért, és görgetted meg az üres papírkarikát. Most nem a WC öblítő fogyott el? Vagy a papír fogyott el? Ez egy másik azt már nem is mondtam. Ja. Minden nem mi van? Tegnap minden elfogyott. Hallod, mint a karácsony lett volna. Ez a vasárnapi zárvatartás, és nagyon megviselte a háztartásotokat. Minden elfogyott nálatok tegnap. Na, ugye? Hogy azért ez így nem könnyű. Jó. Nézzük meg, hogy valójában mire vágynak a nők, tessék. Igen, mert tapogatózunk. Tehát Jani szerint arra, hogy ugye kicseréljük a WC-öblítőt, te szerinted arra, hogy mondjunk szépeket. De lehet, hogy tök közhelyes dolgokra vágynak egyébként, hogyha leülsz velük este sorozatot nézni, nem tudom, miért mindig akkor ne kapcsold el. Akkor ne az legyen, hogy mondjuk a csaj neked mutatni akar egy sorozatot, a te feleséget, a barátnőt, és három perc múlva szájtátva, nyálcsorgatva, brutálisan alszol úgy, hogy a nő ott fekszik az ágyon, magára hagyva, és azt mondja, hogy na, hát ennyi. Összebújtunk, mint a vadmalacok. Nagyon letettük a gyerekeket, vagy még nincsenek gyerekek. Nagy sorozatnézés, esetleg a végén egy nagyon-nagyon forró, ölelkező, sírós, nevető szeretkezés. Mi történik? Az.
alszik a pasi. És azon a sorozaton, amit te, mint nő ajánlottál, az a legnagyobb sértés azon elalszik. Igen, és együtt kezdtétek, de mit ami elalszik. Vagy lehet, hogy örülne egyszer, hogy te ágyba vidd a reggelit? Nem tudom. Nem vittem még nagyon ágyba reggelit. Hát ezért van vasárnap akkor a dolog, mert pont ráérnél. Jani tegnap ágyba vitte a reggelit. Várjál, hagyj gondolkodj. Kiderül, hogy ő a legromantikusabb. Hagyj gondolkodjam. Nem szeret. Egyébként amúgy sem szereti, ha ágyba viszem a reggelit. Mert nem, azt szerintem te nem szeretem, mert beborzsálsz. Este 8 órakor alszanak a gyerekek, nem igen? Alszanak. Kitöltesz egy jó pohár vörösbort, és megiszom. És megiszom. Hát ez oké, idáig meg vagyok. Oda mész, a kezébe nyomod, leülsz, mélyén a szemébe nézel, és azt mondod, te vagy a legjobb feleség. Én már nem bírom megint le, hold már, nem akarom visszaöntelni az üveg. Igen, a szemébe nézés, azt mondod, kivette ezt a szart. De vagy a legjobb feleség. És anyád szerint ez ajándék, ez inkább sértés. Marikáikról kaptuk, soha többet ne hívjuk meg őket vendégségbe. Mi férfiak szerintem azt gondoljuk, hogy a nők nagy dolgokra vágynak. Hogy brutálisan nagy gesztusokat, nagy ajándékokat vegyünk nekik, ami persze nyilván így is van részben. De lehet, hogy hétköznapi egyszerű dolgokkal is beérik, és nem vágynak túl sokra, és azért nem merünk keveset adni, mert azt gondoljuk, hogy az nem elég, nem lehet? Figyeljetek, én a virágosok üzletét például nem akarom rontani, de én nem hiszem el azt, illetve persze örülnek neki. De szerintem túlságosan kézenfekvő meg közhelyszerű az, hogy hazállítasz egy csokor virággal, vagy bármi más. De ezt a férfiak gondolják így. Ez a te magyarázatod arra, a nyomorúságos magyarázatod arra, hogy soha nem veszel virágot. Ez az ideológia. Meglepetés. Hogy a garázs mögött egy eldugott kis sarokba nevelgettél, mit tudom én, hónapon keresztül egy csillagtököt. És így beviszed neki, hogy ez csak neked. Ez mind. Ez a csillagtök. Játszol van? Nem. A garázs mögött neveltem. Ez mind arról szól, hogy sivár a lelked, nem nőnek benne virágok. És arról szól, hogy hogyan ideologizáld meg azt, hogy miért ne vegyél virágot. És az ideológiád, amit támasztottál, az az, hogy úgyse örül neki, mert az közhelyszerű. Próbáld egyszer ki, vigyél haza virágot. Jó, te mikor vittél? Születésnapjára. Jó, de meg kell várnom halottak napját. Én most jó vagyok. Ja. Én most gyerekek, én most azért vagyok ennyire nagy szájú egyébként. Mert én most nagyon jó vagyok. De ezt miatt csinálták ezt az új ünnepet? Igen, ha nem kérdeztél volna be, akkor az lett volna, hogy előbb-utóbb Balázs előjött volna az, hogy ne. Jó, akkor kérdezzük meg Vikit, hogy mikor vettem neki virágot. Ne. Az lett volna fél előtt a hírek előtt. Engem már meg sem kérdeztek? Igen. Nem, én most azért tudlak benneteket ennyire ostorozni, mert nagyon jó vagyok. Csütörtökön, úristen, add uram, hogy 17-e csütörtökre esett. Hogy csütörtökön volt a születésnapja, és én most nagyon kitettem magam. Ja. És azért vállalom föl nagyon ezt a nemzetközi értékeld a feleséged napot, mert most nem tudtok belém kötni. Tehát akkor egész hétvégén a tenyereden hordoztak. Meglepetés bulit szerveztem neki. Ne. Meglepetés vacsira vitte. Én. Te szerveztél meglepetés bulit. Meglepetés vacsorát szerveztem neki. Csak a szemed böké rá valamire. Songuku pizza, ez az. Tiány, megrendeljük. Na, már... Két plusz feltét, amit akarsz. Nem. Nagy kóla. Nem, a meglepetés vacsi nem ilyen volt. Elvittem, és ő azt hitte, hogy csak a Benivel és vele megyünk együtt hárman vacsorázni. És két hete szerveztem, nem buktatott le egyik rokon, barát, se senki. Majdnem. Igen. Mindegy. Pedig jó lett volna. Viki, te jössz hova? A meglepetés bulidra. Ja. Ott voltak a barátok, megtörtént, nagyon örült, és másnap azt mondtam neki, délután 1:30-ra legyél otthon. Mire azt mondta, minden nap otthon vagyok, te hülye, két gyerekünk van. Mi hol lenne? 1:30-ra legyél otthon, és másnap, mikor még este megkapta a szülinapi ajándékot, elvittem lőni. De lőni. Lőni akart, igen, lőni akart. És elvittem lőjes. Lőni ki akarta próbálni, már régóta szeretett volna lőni, és elvittem lőni. Tehát meglepetés vacsi volt. Másnap 1:30-ra otthon kellett lennie, nem sejtette, hogy hova vissza, beültettem a kocsiba, és azt mondtam, hogy indulunk. Na. Megyünk. Elindultunk. Elvittem lőni. És nem hazudtál. És nem hazudtam, tényleg elindultunk. Úgyhogy gyerekek, ez a téma rólam szól. Ez a téma én vagyok. Neki, hogy milyen érdekes, mi, hogy ez bekerült az adás mellettve, hogy ez van. Elmentetek lőni. Ugye? Elmentünk lőni, elvittünk. Fogd meg a magnum nyelét. Te ezt, az igazi. Süsd el. Ne úgy. Elsütötte, és ott hagytam az oktatóra, és csak lőttek, úgyhogy
Úgyhogy jó volt, de hát láttátok, ez a baj, hogy 2-3-at tudok egyszerre mondani, ti pedig mi meg itt ülünk szánalmasan. És egyet nem tudtok mondani, se, hogy mit adtatok. Na de, kérdezzük meg hallgatóinkat, női hallgatóinkat. Szívükre teszik a kezüket. Mi az az egyetlen dolog, amire úgy igazából vágynának? Ez lehet romantikus dolog is, de lehet egy teljesen hétköznapi is tényleg, hogyha már egyszer elment budira, és letekerte az utolsó szálpapírt. Tegye már meg, hogy kicseréli. Tehát nézzük meg, hogy romantikusabb dologra vágynak, vagy csak valami hasonlóra. Valami hétköznapira. Figyelj, így kell hétköznapira tenni. Az is, igen is. Az egyszerű hétköznapi dolgok, azokat fel tudják virágozni a napjait. Kérdezi valaki, kérhette a Viki a meglepetés vacsit Nagy Üdítővel? Igazi úr vagy. A gyerekek sokan voltak a drive-ba, úgyhogy beültünk inkább. Most nem mondod, hogy nem olyan voltam. De a gyerek is kapott egy Happy Meal-t. A meglepetésből egy bóc nem volt. Hát, az mindig van. Az mindig van. Házias krumplival. Nem karácsonyban! Jó, csak mondom, én Janékkal ellentétben nem ünneplek születésnapot Mekiben. Tehát, hogy azok nem mi vagyunk. Ti ünnepeltetek már ott, nem? Volt már, igen. Hát persze. Volt már, jó, hogy az 1 millió pontodat el kellett költeni. Tehát, hogy hát le kellett enni bele legalább két dupla sajtbucit, meg egy vega burgert. Nem, azért annyit nem költöttünk. Na jó, azt gondolom, hogy azért nem volt dupla. Nem, ezért limitáltam a vendégünknek a számát. Nem, ők már sajnos nem jöttek virág, de majd legközelebb talán. Ákos, te olyan ritkán szólasz meg. Mire vágynak a nők, tessék? Most pont ezt a kérdést sikerült feltenni. Hát neked is van otthon nőd. Szerintem most a gyerek mellett egy kis nyugalomra. Csak igen? Az van, hogy ez elég nehéz. Meg. De hogy vidd el a gyereket, vagy menj el te is a gyerekkel? Ugye nem jön el a gyerek, de veled azért maradjon közelben, és igen? Akkor mi ketten menjünk el valahova. Valószínűleg ez lesz a... Ez ebben biztos, hogy te is kell lesz hozzá? Ott, figyelj, mert igazából 3 éve vagyunk házasok, úgyhogy még igen. Mert csomó igen. 8 év után, 10 év után igen. Már megkönnyebb. Mert azt is mondják, hogy például egy anyuka nagyon vágyakozik arra, hogy apa megfogja reggel a csemetét, és tűnjenek el egész napra, és ő hadd kényeztesse ott magát otthon, már nem úgy, hanem egy jó fürdővel, menjen el vásárolni a barátnőivel, igyanak meg egy kávét. Figyelj, vigyétek el valamelyik kórházhoz a gyereket, berakjátok az inkubátorba, aztán másnap értemetek, és azt mondjátok, tévedés volt, és van egy szabad napotok. És nézik a nővérek, hogy ez a 7 hónapos srác. Igen, és ott ül a gyerek, tudod, már bizony kicsit dumál, mutogat, szinteget, milyen fejlett újszület, igen. Na jó van, oké, hát meglátjuk. Tényleg, megírják most nekünk női hallgatóink, jó? Ha egy kívánságotok lenne, a párotokkal kapcsolatban. Így van. Bármi. Mi lenne az? Írjátok meg. Ásványvíz, papírtörlő, vagy vécéöblítő csere. Igen. Tehát mi lenne az? Ezt írjátok meg. Fedezzen fel a WC-kefé. Nézzük azt meg, hogy nemzetközi értékeld a feleséged nap van. Beolvassuk majd a hírek után ezeket az SMS-eket, hát ha a ti párotok hallja, hogy mit kértetek, írjátok alá, vagy mondjátok el neki, hogy kértünk kértem a Balázséknál, vagy a Feriéknél ezt, vagy azt, és ma ezt a férfiaknak teljesíteni kell. Tehát olyat írjatok, ami ma akár teljesíthető is. Nézzük meg, hogy milyen irányba mozdulunk, inkább a romantikus irányba, vagy pedig teljesen hétköznapi dolgok irányába, mert inkább arra vágynak a nők. Nem? Igen. Na, megnézzük. Jó, várjuk az SMS-eket. Gyorsan egy friss közlekedés, ami fontos. Vác felé 1 órája nem jött vonat. Vác, Dunakeszi, nyugati 30-40 perc késések. Nem jön a vonat, valaki segítsen. Kaptuk SMS-ben, valamint a 10-es és a 11-es út nagyon-nagyon lassú, és Pest felé arra szól az M3-as, a Kisbaki pihenőhely után a belső sávban egy lerobbant autó van, és emiatt van torlódás. Ha azt elhagyjátok, akkor már jól lehet haladni. Na! 12:01, ha valaki játszana velünk, jelentkezzen játékra, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz. 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Nagy nemzetközi értékeld a feleséged nap volt tegnap. Volt tegnap. Igen, és most mi ketten lemaradtunk a Janival, de te a hős. Én is annyira lemaradtam, csúnya, nem, hát ezt én is elfejtettem. Nem is tudtam, hogy van ilyen nap. De neked legalább kapura jött egy szülinap. Igen, most azzal jó vagyok. Azzal most kihúzom 1-2 hétig. És sokáig nem. De azért ez hamar fele. Hamar felejtenek ám a nők, tudod. Rossz fát teszel a tűzre, bár holnap mindegy, hogy mit csináltál a múlt héten. Tehát igazából teljesen mindegy. Há, nekünk novemberi kell válni a szülinapra, de mivel már nagyon közel lesz a karácsony, úgyhogy nem fogok semmit. Megint összehúzod, mi? Hát jó, nincs jobb egy nagynál. Így van. Ugye egy márciusi névnap, egy novemberi szülinap és a karácsony az ott ad arra, hogy egy nagy. Egy nagy. Na, ugye megkérdeztük női hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, drága hölgyeink, írjátok meg nekünk, hogy mire vágynátok a párotoktól. Ha feleségek vagytok, a barátnők vagytok,
még az is belefér, a szeretők vagytok, hogy minek örülnétek? Mert a cikk írója felsorolta, hogy vigyük vízibiciklizni és vadkacsákat etetni. Ez kevesen írt. Meg hogy ezt akarják. Monopolizzunk velük. Én szerintem nem annyira életszerű a dolog. Bár az is lehet, hogy van nő, aki tényleg örülne ennek, hogy a párja mondjuk rászánna egy órát, amikor nagyokat nevetnek, és kinevet a végén, játszanak, kanasztáznak, és kockapókereznek. De mégis, hogy inkább egy nagy romantikus dologra, vagy valami hétköznapi kicsi apróra. Nézzük az SMS-eket, nagyon sok hallgatónk, női hallgatóink ír. Takarítsa ki néha macskája után az alomtálat, ismerkedjen meg a mosogató szivacsal, biztos jól kijönnének. Látjátok? Látod? Tehát nem csak a romantika dominál. Behúztam a hétköznapi dominál. Hétköznapira húzzál egyet. Én Zsoltinak, a páromnak üzenném, hogy szeretném, ha megbecsülni az otthoni munkámat, és ha megkérem valamire, akkor legyen kedves, csinálja meg, segítse az életem, ennyi az egész. Anita volt. Tehát hétköznapi megint. Én már annak is örülnék, ha nem fingan az asztalnál, amiután úgy röhög, hogy kiesik a kaja a szájából. Micsoda férfi. Atyaisten, szegény orsi. Hétköznapi dolog. Ugye? Igen. Főzzön magának egy rohadt kávét. Jött ez is SMS. Ha legalább hétvégén egyik nap ő csinálna az esti fürdetést, meseolvasást, üdv Rita. Gyerekek, az összes SMS-t kimásolom és hazaviszem. Mert ezt te megcsinálod, ugye? Ezeket vigyük haza. Hogy máshogy nézzenek ránk asszonyaink. Így van, én is Rita azt írja, hogy legalább a hétvégén ő csinálná az esti fürdetést. Hát ezt én kiviszem. Minden nap. Te vagy mi? Akkor a cumi. De, ha utána véletlen forró a víz, akkor még le is vagy szúrva. Hány évet csinálod már? És elrontod? Igen. Tehát véletlenül még valami 10 év fürdetés után rosszul csinálsz, akkor még azért nagyon elő vagy szedve. Le akar forrázni? Azt akarod, hogy megfelszol? De hát még engedtem volna hozzá ideget. Na, így beláttad volna a gyereket. Nem, a 6 éve fürdetés. Tudsz te a fürdetéstől. Legalább hétvégén igen, az egyik nap csinálj fürdetést. Már az is elég lenne. Akkor legyen, és idézd el a mosogatógépbe. Már az is elég lenne, ha betalálna a WC-be. Nem csak a kis dolognál, hanem a nagynál. Ó, ott valami baj van azért, azt nézesétek meg orvossal. Ott valami komoly baj van. Többet simogasson engem, mint a motorját. Lilla, írta nekem. Ez hova írjam? Ez már ünnepi? Ez már inkább a romantikus. Romcsi, egy romcsi. Igen. Drágám, vigyél el végre bevásárolni, mert ha nem, hamarosan úgy járunk, mint Jani, tekergethetjük az üres WC papír gurigát. Puszi Márti. Aztán nekem az életem legszebb mondata a páromtól egy hétköznap este, majd én elmosogatok. Édesem, te csak menj, feküdj le. Tényleg így? Húzd be a romantikus oldalra. 10 éve vagyunk együtt a férjemmel, mindig is vágytam arra, hogy egyszer futárszolgálattal küldjön nekem virágot, ezt mondtam is neki, azóta is várom. Na, ez romcsi. Ez romantikus. És hát, ha a futár jóképű, akkor? Akkor megválán. Egy napig minden pisilés után mosson kezet. Klári küldte nekem. Egy nap, nem sok, légy szíve. A 365-ben egyszer mossál már kezet. Az én párom tegnap egyedül készítette a körtebefőttet, mert 38 hetes kismama vagyok, és én már nem tudtam volna. Nekem ez mindennél többet ér. Márti. A romantikus oldalra beúszhatott, bár ugye ezt megtette. Én arra vágyom, hogy apa vegyen egy finom vörös bort, készítsen egy hangulatos zeneválogatást, engedjen egy kád illatos forróvizet, majd vigye el a gyereket sétálni 3 órára, hogy ezeket nyugodtan élvezhessem. Zsuzsi. Romantikus oldalra húzának? Hát, igen, de ez egy önző kérés. Na, mi nem? Hát a kérés hát, arról szól, hogy mi az, ami téged boldoggá tesz. Ha az, hogy vigyél a gyereket és menjen el, hát akkor az belefér. Hát ez most okay, a nőről szól, csak ő akkor kérhet. Nem, kíváncsi rád a te életed párja, csak menjél már el itthonról a gyerekkel együtt. Én boldog lennék, ha életem párja egyszer azt mondaná, hogy egészségedre csit helyett, mikor tűzszentek. Ezért a bőrtáskáért már 3 éve könyörgök. Virágot vegyen magának. Betty küldte nekünk. 2 napig képes lenne a számítógépes játéka helyett legalább egy közös sorozat nézésre, írja Noémi. Tudod, azért itt van baj sok helyen. Romcsi. Tegnap 28-szor mondtam a páromnak, hogy milyen szép és mennyire szeretem, de egyszer sem hitte el, és a végén megjegyezte, hogy bevágtam a fejem. Egy férfi hallgatónk írtam. Én annak örülnék, ha a párom nem tetriszezne a mosatlan edényeken, hanem elmosogatná őket csak egyszer. Puszi, Adri. Én annak örülnék, ha a férjem nem a cipőjén kihajtogatva tárolná a még felhasználható zokniát. Ezt Kriszti küldte nekünk. Közös vacsi, beszélgetés, pornónézés nélkül. Masszázs, ami 5 percnél tovább tart, valamint a szex. Ezeket vagy 5 percnél tovább tartó szex. Aha. Előtte masszázs. Hát, mi vezet egyelőre? A romantika, vagy a hétköznapi? A hétköznap. A hétköznapi. A hétköznap. Hétköznapi? Uh-huh. Jó, nagyon sokkal. 13 hétköznapi kívánságot mondtál, és mindösszesen 6 romcsit. Nagyon örülnék, ha párom megbüntetné magát végre, hogy ne horkoljon, és tegye le a cigit. Zsuska írta nekünk. Vagy szakadjon le az anyjáról, vagy költözzön hozzá. Na.
Mondjuk ez nem egy napos projekt. Igen. Azt mondja, hogy a WC ülőkét nehogy írja valaki, mert mi se panaszkodunk, hogy nincs felhajtva. Ez egy pasi érte. Igen. Sziasztok, srácok! Feri, sok sikert a leszokáshoz. Találkozunk a célban. Tibi írta nekünk, ez nem ide vonatkozik, de be volt sárgázva. Ki lesz ennyi írva, ha azt üzeni ezzel. Ez egyébként tényleg nem a témához kapcsolat. Takarítsa ki néha a macskája után az alomtálat. Igen. Hát ez elég hétköznapi. Ezt többen írták nekünk egyébként. Hétköznapi? Az rohadék, ha egy házasságba behozol egy macskát, és utána a feleségeddel takarítatod az almot, és a macska meg a tiéd. Nem? Igen. Az... Hát de várjál csak. Most anya, téged zavar, meg... vagy őt. Hát takarítsa az, akit zavar. Ja. Az értékeld a feleséged napnak miköze van a férfi, ahhoz, hogy a férfiak mit csináljanak. Hát pont erről szól, hogy egy napig értékeled a feleséged, és valami olyat csinálsz, amit ugye a feleséged szeretne. 18 év házasság után tavasszal elkezdtem virágot hordani neki, éttermek hosszú hétvégéig egész nyáron, összejött egy másik faszival. Szép. Hát kérdés, hogy mi történt előtte abban a 18 évben, amit jóvá kellett tenni. Későn kezdted el. Igen. Na, hogy állunk akkor? Romantikos vagy hétköznapi? Hétköznapi, de nagyon hétköznapi. Igen? Ez így van. Igen. Jó is ez. Így valószínűleg, van. Ha már meg lenne, na ez a baj, látod, hogy ezért nem szabad a hétköznapot megtenni, mert utána a romantikát kezdik el könyörögni. Vagyis? Hát akkor azért kapsz. Ha most te minden este ugye megfürdeted a gyereket és mesét olvasol, meglásd, hogyha végre azt a rohadt fürdővizet, a rendes hőmérsékletre tudjuk beállítani, jön az, hogy ma miért nem jött virág? Semmi nem jó. Nagyon arra gondolsz, hogy igen, semmi nem. Ezért semmi jobb a pici hétköznapi. Az is mégis megmondta, anya értékelj, pici vagyok, hétköznapi, minden nap kapsz belőle. Na játsszunk egy kicsit Óven bácsival és Benu nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Jó lenne, ha a férjem nem pisilne folyton a mosdóba, főleg amíg ott mosom a fogam. Azért, ugye, hogy azért van, sok helyen van még hova fejlődni. Sok helyen van még hova fejlődni. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Pisti vagyok Barcikáról. Ki vagy? Pisti vagyok Barcikáról. Pisti Barcikáról. Pisti, mivel foglalkozol? Logisztikai menedzser asszisztens vagyok. Logisztikai menedzser asszisztens, jól van. Na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Figyelek! Ajajajajajaj! Óven bácsi és Beru néni tűzharcba keveredett a buckalakokkal. Vagy ő Viki, akit elvittél lőni. Ugye. Itt valami brutális tűzharc van. Na, ez egy mese. Mesefilm. Igen. Rajzfilm sorozat, inkább így mondom. Jó? Rövid lesz, figyelj! Hát ez nagyon könnyű. Mutasod. A nagy hóhorgás. Így van. Akkora klasszikus, hogy... Így van. A nagy hóhorgás. Hát ez egy jó régi rajzfilm, de nagyon szerettük. Jól van, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Jó, köszönöm szépen. Ki tudta? Te tudtad, Pisti, vagy valaki segített? Segített. Lehalkított kicsit a rádiót, mert jójózik a szemem. Jó. Köszönjük szépen. Szóval ki segített? Ki volt ott melletted? A sofőr. Aha. De te utas vagy? Vagy egy buszon ülsz? Nem. Én a szemetesek vagyok, rakodós. Ja, te vagy a rakodós a szemetesen, és a szemetes sofőr tudta. És előre rohantál, vagy ő rohant hátra? Én rohantam előre. Előre rohantál, mert ő hallgatta a rádiót? Igen. Jó a munka meg a szerte. Te beszélsz velünk, ő közben hallgatja a rádiót, te lepattantál, előre rohantál, ő megmondta. Jó. És mit kap az ajándékcsomagból? Mindent. Övé lesz az egész. Én voltam, mert mondtad, semmit. Én nyertem. Jól van, küldjük nektek, ügyesek voltatok. Jó, köszönöm. Ciao. Hello. Rádiót nem sikerült annyira lealkítani. Pisti, köszi, ciao. Ez jó, állt hátul, elhangzott a sajátás, lepattant, előre rohant, meghallgatta, visszarohant. Hát mindennek. Logisztikai menedzser asszisztens. Kukás. Mert hogy azt mondta az elején? Logisztikai menedzser asszisztens. De tényleg, az hogyan lesz azzal, hogy kukás? Elég modern. Na jó van, 6 perc már pontosan 8 óra, küldjetek friss közlekedési híreket. Jó, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim!
Szöveget becsatolni, hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és süt a nap legalábbis. Gyönyörű idő van. Budapesten gyönyörű idő van, még hűvös a reggel, de állítólag még egy-két napig marad ez a jó idő. Annak ellenére, hogy nagy drámát mondtak a meteorológusok hidegfrontot ugye hétvégére, meg a hét elejére. Ez most elmaradni látszik, mármint abban az értelemben, hogy hét közepéig marad. Így van. A napsütés, és szerdán, kedszerdán még 22-25 fok is lehet. Aztán majd, péntek szombaton jön igazából az igazi rossz idő, úgyhogy hát ez a klasszikus őszi időjárás, reggel hűvös, aztán napközben még jó idő. Nagyon erre szép, kell nagyon szép, gyönyörű, még a rács meg a végtelenül undorító ülőjúti felüljáró sem tudja elrontani egyébként. Rohadt nyomasztó ez egyébként ülni ezzel a rácsos ablakkal, elképesztő. Igen, a gyönyörű ülőjúti felüljáron tényleg. Komolyan, hogyha mi valamiért sítre kerülnénk, hát ez... Igen. Baleset a Hűvösvölgyi úton, a Spanyol Sulinál mindkét oldal áll, kaptuk SMS-ben, aztán a 86-oson Szombathely felé a 91-es kőnél a felüljáróról trafiznak. Szép napot, Ada. Hortobágyon a Madár kórház előtt mérnek, valamint a 10-es út botrányos, kész ugyan az ürömi körforgalom, most az óbudai vasúti kereszteződés rossz beállítása borzolja az autósok türelmét. Kérem, segítsenek! Kalmár elküldte nekünk. Hát nem tudom, miben tudnánk segíteni. Mindent megtettünk igazából. Miben tudnánk még segíteni? Hogy állítsák át a lámpát? Rossz beállítás. Vigyük be kézbe. Nem, ez nem biztos, hogy rossz a beállítás. Egyszer sokszor megy ott vonat, nem? Amiről már beszéltünk. Igen. Hát azon nem tudunk változtatni. Azon nem. Szentendrei befelé lassú bónusz koccanás a középső sávban. Makivel nem küldte nekünk, köszönjük szépen. M7-es 133-as kilométernél mindkét irányban mérnek. Ezt Tamás üzente. És azt nézem, hogy van-e még valami friss. A Bagnál az M3-ason megszűnt a torlódás, bár nagy a forgalom, küldte nekünk Gábor. Köszönjük szépen. Hát kérlek szépen, az a helyzet, hogy most ugye vonatra kell szállnia az országnak holnap, és akkor nem lesz dugó, ennek az élharcosa pedig nem más, mint... Én hülye. Így van. Én nem mondom ki, hogy mindig nem hiszem el. Én hülye, igen, mondtam erre, hogy holnap... Holnap fogom ezt letutízni. Holnap vonattal jövök. Miért? Hogy tudtam erre igen mondani? De most ne szálljatok már meg. Hát ma csak 4 hírt olvastam be, amikor 1 órás késés, fél órás késés, 40 perces késés. Hát most miért akarjátok, hogy ott álljak holnap a kápolnás nyéki megállóban? Azért, hogy legalább tudjad, miről beszélsz legközelebb. 3-4-8-kor még mindig ott várjak majd. Úgy tudtam már régen mondani. Jó lesz az, hidd el. Megvan-e a forgalmi, itt kezdjük ott? Az nincs, úgyhogy ne veszek egyet, nem vagy veszek egyet. Jó, támogass te is a... Várjál, hát most egy forgalmit kell felmutatni, ja, de azon van név is. Hát akkor mit tudom, mert azt akkor mondom, hogy Rákóczi Feri vagy. Hát én nem adom oda. Rákóczi Ferenc. Én nem adom oda a forgalmimat. És akkor mi van, hogy vonattal kell bejönnöm? Így van, el kell jutnod otthonodtól a legközelebbi, avagy a választott vasútállomásra, vagy Viki kivisz, vagy a szomszédnak szólsz, kikerékpározol, egy csomó alternatív megoldás van, felszállsz a vonatra, ahol gondolod, vagy Kelenföld, vagy déli pályaudvar leszállsz, és be kell jönnöd még valami tömegközlekedéssel, ezt ígérted meg, mi itt fogunk várni. Így van. Előtte, hogyha van rá lehetőséged, akkor természetesen mielőtt felszesz vonatra, vásárolod kell egy vagdaltos szendvicset, egy utasellátós kókuszrolót és egy megymárkát. Szerintem az utasellátó olyankorán még nem lesz itt van. 3-4-6-kor, egy fél hat környéken, de sajnos a kókuszrúd elmarad, mert hogy az még zárva lesz. És az automaták sincsenek, mert ezek a tudod, ilyen forgótáras volt, sajnos, és akkor benyomtad. És vagy jött, vagy nem és jött. A jegypénztár nyitva lesz? Ott lehet jegyet venni az állomás? Hol kell ott jegyet? Kallertől vegyek jegyet? Jó kérdés. Szerintem azt előre kellene. Ha előre megvenni. És aztán letöltöd. Biztos van ott automat, amiről már le lehet szedni. De miért? Mi van, ha én aznap találok, hogy vonatkozni akarok? Akkor nem tudok jegyet venni, majd a Kaller megvenni. De Kallernél tudsz venni. Tudok venni? Igen, csak ott van valami pótdíj. Én úgy tudom, hogy hogyha... Nem vagyunk túl rutinosak, de én azt előre szoktam menni, meg nappal. Na de hát, ha nem biztosítja nekem a MÁV az állomáson a jegyvételt, akkor utána csak pótdíjért tudok jegyet venni? Hát ez milyen rendszer? Ez egy hülye rendszer. Hát nem én vagyok a hibás, hanem nem tudom megvenni a jegyet, mert még zárva volt a jegyiroda. Van, egyáltalán van a kápolnás nyéki jegyiroda. Van. Hogy az ért felső jegyiroda, de nem gondolnám, hogy ott mindenhol van egyébként jegypénztár.
Hát ti vagytok, akik többet vonatoztok. Igen, csak előre veszem meg én általában a jegyet, meg nappal, de szerintem ott kellene lenni valami automatának, amiről lesz le lehet tölteni. Vagy már nagyon 21. századi gondolkodásmód. Tehát annyira túlbiztosítod magad, hogy nem is biztos, hogy vonattal mész, de megveszed a jegyet. A biztonság kedvéért, hogy mindig legyen rá jegyet. Tehát neked a 2018-as éves BKV bérleted már megvan, a jövő tavaszi egyhetes vonattal való kirándulási jegyed már megvan, tehát te túlbiztosítottad. Hol akarsz felszállni? Nem tudom még. Ja. De, hát több hely van, ahol elég flexibilis program. Az elővárosi közlekedésben biztos, hogy nincs ilyen, hogy a jegyautomata, mert ott mindenki ugye bérlet felmegy. Figyelj, ha tudnánk, akkor most oda telefonálhatnánk és megkérdezhetnénk. Hogy van-e maguknál. Igen, vagy hogyha nincsen, akkor menjenek be egy picit korábban. Jó, megtalálom a forgalmat, és akkor nem lesz baj. De az a legjobb, meg lesz a forgalmi. De ha csúszok, akkor nem az én hibám lesz. Nem, hanem mert olajos a kő. Tehát ha nem érek ide a megszólás elejére, akkor azért kiderül, még vidáman áldogálok egy megállóba, és rohadtul nem jön a vonat, ha jó megállóba élő állok. Kapcsolás. Kapcsoljuk kiküldött tudósítónkat. Na, jó, igen, mondtam erre, úgyhogy most már megcsinálom. Most már nem hátrálok ki ebből. Azt kell kérdezni, hogy jutok el reggel a megállóba? Mert hogy nem fogok buszozni. Azt még ki kell találnom. Hát próbálj ki még egy alternatív közlekedési eszközt. Akkor menj oda bringával, és lezárod a biciklidet. Mennyire klasszik lenne már, nem? Tipikus falusi. Hogy ott kitekerek az állomásra, lezárom a lakattal, felülök a vonatra, bemegyek, visszajövök, megint felülök a bringára, haza kell hozzá. Bemegyek a városba. Hát azt gondolkozom, elviszem a gyereknek a rollerét, az lehet, hogy rollerrel kimegyek. Ez nem olyan roller. Az nem rossz, brutál jó rollerre van. Oké, és hány kilométer? Hát megtalálom meg. Vagy átcsöngetek a bocsékhoz tényleg, hogy Gabi. Mikor indulsz? Mikor indulsz? Ki az? Figyelj, vonattal kell mennem. Dobjál már ki az állomás. Rohadt hideg van. Befagy a sekkem. Hallod? Hagy üljek már be a merkádba, vigyél már ki, basszus. Rohadt hideg van. Nincs valami kajátok. Kezd már fel az adni. Csinálj már nekem egy szendvicset. Tényleg lehet, hogy ez lesz. Át kell kopognom a szomszédba. Valaki vigyen ki az állomás. Hagyjál már, Dani. Nem Dani vagyok. Felébreszted Adni. Nem Dani vagyok, Bali vagyok. Jaj, ne szórakozzál, Dani, hülye vagy. Majd bent találkozunk, értsd már meg, hogy Bali vagyok. Gyere már ki. Valakivel el kell vitetnem magam az állomás. Aviki nem visz ki. Örülök a markába, hogy hülye vagyok, hogy ezt bevállalta. Tehát kaján vigyorral az arcán beül majd az autóba, és szépen beautózik. Ez a jó, a biztos, stabil hátország. Ez kell. Szerintem imádja, hogy ezt bevállaltam, szerintem. Tehát nem gondolnám, hogy ő ezért egy perccel hajlandó lenne korábban felkelni. Mert felajánlotta, de nem vettem nekem komolyan. A roller nem vettem komolyan. A roller az nagyon szimpatikus, felváltva csinált, hogy felváltva állsz rajta, és felváltva lököd magad a lábadal, hogy másnap ne legyen féloldalos az izomláz. Nem, azt az lesz, hogy hívok egy taxit. Nem, már oda. Ki vagyok az állomásra, megmondom a taxisnak, hogy várj egy pillanatot. Gyorsan csinálok. Jöjjön, ne siessünk, tarts a vonat tempóját, hogy tudjak róla majd mesélni holnap. Feltűnő lenne, ha nem érnek oda. Álljon meg, a vonat is megállt, lassítson. Újra megálló, itt újra felszállok egy kicsit. Szállok, amikor megállok ápolásig, felszállok, csinálok egy fotó, gyorsan leszállok, beülök a tekkarba, egyenesen bejövök Kelenföldig. Jó, kitaláljuk. Az a baj, hogy éreztette, hogy mikor kell ezzel erre igen mondatnom. Tehát, hogy úgy érezted, hogy mikor? Mikor van az a pont, amikor én erre igen mondom? Ki kell találnom, gyerekek? Hát azt sem tudom, hol áll meg a vonat ott a környékünkön. Igen, ez nem lenne baj, ha tájékozódnál egy picit csak, valahol meg megpróbál felszállni, ahol nem is áll meg. Van ilyen, mint a BKV, mint a fogaskerekűn, ez az automata, hogy bedobok 100 forintot, tehát vannak ezek a klasszik jegyautomaták, mint a BKV-nál? Hát ti vonatoztok. Van ilyen, csak azt nem tudom, hogy ilyen kisebb állomásokon van-e. Állok ott majd egy ízét csörgő, ilyen kiló 20-assal ott leváltok mind 1000 forintot, és dobálom be a 20-asokat, hogy adjon jegyet. Hát figyelj, és szólunk a Julinak, és akkor olyan, mit tudom én, még szerez valahonnan egy kalauz ruhát. Ma nem kérik tőled. De az lesz, hogy amikor személyemel a másik kalauz. Ő nem kalauz, nem. Ön nem kalauz. Ön nem kalauz. Ez az én járatom. Nem, ez az én járatom. Maga hazudik. Szálljon le. Én szálljok le. Én vagyok a kalauz. Ez itt egy álkalauz, nem? Ő az álkalauz. Bizonyítse be, hogy ő az. Minden tudok erről a járatról. Ez az én járatom. Maga szálljon le, és vegye le azt a maskarát. Én vagyok az igazi kalauz. Bali, Budaörs iparvárosnál szállj fel, imádni fogod sehol egy lélek. De most, ha kiküldök egy olyan megállóba, ahol se áll, egyáltalán nem állnak meg a vonatok, az nem ért. Sehol egy lélek. Feri, valami nagy, negyedik vonat ment el a iparvárosra, együtt se állt meg. Tehát ne olyan megállóra küldjetek, ahol nem áll meg a vonat. Jó? Írjatok olyat, hogy hol áll meg. Budaörs, Török Bálint, Kampóna, ez a környék, jó? Feri, nagyon cukik is állomásol, most nézem, tök klasszik. Iparváros? Igen. Iparváros, nem? Budaörs vasútállomás. Hányos a járat? 4.50-es? 5.10-es? Mit néztél ki? Húha. 5 óra, 4 óra, 7. Fél négyes kelésem lesz. 5 óra, 7.
Atya úristen. Atya úristen. Hát mire legurulsz az állomásig a rollerral? Összecsukhatok? Nem. Nem, nem, nem. Akkor azt viszont nem viheted föl, csak pótjeggyel, mert az meg szerintem kerékpárnak minősül. Mert az összecsukható rollert, ezt a vára akaszthatót, azt fölviheted, de ha nem lehet összecsukni, akkor nem. Miért? Ki mondja meg, hogy mivel szállok föl? Majd oda rolna a bakter, és azt mondja, hát, hát miért? Mi van a bringá? A városnál ott birkózni fogunk a bakterrel. Hát, pedig ezt becsüklő! Nem! Hát már pótjeggyel! A szolgálati közleményben benne van, bezöklővel nem lehet persálni. Én csak mondom. Értse meg, ez egy roller. Az két kerekű, az már bicikli. Na meglátod. Ki volt a csaj, hogy jó le. Egy roller! Letöltem a mávapot, jó? Nyilván így. Mávap? Gondolom, van a mávnak valamilyen apja, nem? Hát, ja. Hát biztos, hogy kell lenni. Mennyit késik, hol tart éppen a szerelvény, nem? A család, csak kell, hogy legyen egy apja is, meg egy anyja is. Nincs ilyen, hogy még 4 perc és bent van az a kápolnásnél ki megállóban a vonatom, hogy láthatom egy applikáción keresztül, hogy hol tart a járatom? Nincs ilyen? Hát ez sötét középkor lenne, ha nem lenne ilyen. Hát csak van ilyen. Figyelj, én azt látom itt, hogy neked az 521, hogyha Budaörsön szállsz föl, igen? Ha Budaörsön szállsz föl, akkor az 521-essel kell eljönnöd, mert akkor 539-re vagy a déliben. Jó. Az úgy jó? Nem megyek a délig. Az nem baj. De ez viszont nem áll meg. Ja? Mi az, hogy nem áll meg? Milyen vonat ez, hogy miért jár, ha nem áll meg sehol? Hát hogy vesz fel embereket? Hát miféle vonat ez, hogy nem áll meg? Nem is értem. Na jó. Hát mondjuk tudod, hogy megáll bárhol, ahol te akarod, csak azt a piros kart meg kell húzni. Jó. Na holnap vonatozunk akkor. Tudom, hogy sokat beszéltünk már róla, és 3-4 havonta előjön, de ma megint van az egyik bulvárlapban egy nagy cikk erről, és hát egyszer nem tudok elmenni emellett. Szeretném megfejteni, hogy ki a hibás, vagy hogy lehet-e egyáltalán azt mondani, hogy itt csak az egyik fél a hibás. Ugyanis az egyik bulvárlap rejtett kamerával, ja, várjál, aha. Ja, igen, jó. Nem is értettük, jó. Már most nem értették, hogy... Nem értették, hogy olyan témaváltás volt. Most beszéltetek a MÁV-ról, meg a vonatozásról, nem 3 hónappal ezelőtt. Igen. Hogy bejutott az egyik bulvárlap egy termékbemutatóra, és kockáról kockára, percről percre leírják, hogy mi történik ezen a termékbemutatón. Budapesti szállodában történnek ezek a termékbemutatók, jó kiállású előadó, aki hol viccel, írja a cikk szerzője egyébként, hol sírva fakad, szó szerint sírva fakad, hol pedig hát vicceket mesél, ahol amire éppen szükség volt. És 390 000 forintért adják a gyógyító csodalábast. Jaj. Mondd még egyszer a gyógyító. 390 000 forintért adják a gyógyító csodalábast. És meghívóval toborozzák a vendégeket, a helyszín egy budapesti szálloda, ahogy mondtam. A rendezvény szervező cég ingyenes ajándékokkal is kecsegtette a meghívottakat, miután mindenki elfoglalta a helyét a széken, kezdődött az előadás, írja a cikk szerzője. És először a szívinfarktussal és az érszűkülettel riogatják az ott lévő nagy számban megjelenő nyugdíjas csömegeket. Utána áttérnek arra, hogy a légúti megbetegedésekre, majd végül az íre a pontot a rákkal teszik föl, hogyha nem veszed meg, akkor rákos leszel. Tehát valamelyikben mindenféleképpen érintett vagy. Víztisztítót adnak, gyógyító csodalábast adnak 390 000 forintért, de ha minden megveszel, akkor egyébként 500 000 alatt te kijössz abból, hogy meglegyen a gyógyító csodalábas. Ja, mert hogy egyébként meg... mondjuk 400 a csodalábas, 200 a víztisztító. De együtt csak. Csak 500. Elmondja, hogy néha sír az előadó, amikor arról beszél, hogy hány ismerősét temette már rákban. Néha nevetné a viccet. És egyikre se volt csodalábasa. És, hát és nem volt csodalábas. A megjelent nagyjából 30 emberből legalább 10 jelentkezett arra a kérdésre, hogy érdekli-e őket a páratlan ajánlat. Tehát voltak, akik még mind a mai napig megveszik 390 000 forintért a gyógyító csodalábast. A gyógyító csodalábas. Hát az 390 000 forint. 10 ember esetében az 3 900 000 forint. Majd egyébként ez a bulvárlap alatta egy másik cikkben leírja, hogy hányan adósodtak már el azért, mert megvettek egy víztisztítót, megvettek 500 000 ért egy csodaporszívót,
vagy megvettek 300 ezer forintért víztisztítót. Mert féltették az egészségüket. Mert féltették az egészségüket. És nyilván, ha neked nincs ennyi cashed, készpénzed, akkor ez a cég ez biztos, hogy felajánlja, hogy tudsz a részletet fizetni, persze, ugye? Tehát meg tudjuk oldani. Persze. Mm. Ugye úgy csinálják, hogy 600 ezerről indul, aztán mire neked igent kell mondanod, addigra már csak 300 ezer, és brutális a jó ajánlatnak érzed, hiszen 600-ról indultál, megvan ez, ugye fel van építve, hogy hogy kell hatni az ember elméjére, majd megkapod egyébként egyébként 300 ezer. És elkezdi ugye azokkal a mondjuk kevésbé nyilván problematikus, meg már hosszú távon súlyos botható betegségekkel, mint például, mit tudom én, a viszér, és akkor látják, hogy megsörezdül a közönség. Hallod ezeket? Nem, hallod, nem. Fia, dob be nekik a légúti megbetegedéseket. Na és nem beszéltünk még a légúti megbetegedésekre. Hallod senki? Dob be a rákot. Igen, valószínűleg ez is így van. Brutálisan felépítve. Profin van ez az egész dolog felépítve. Ugye már mi is sokat beszéltünk erről, de hogy itt valójában tényleg ki a hibás? A cég, akik ezeket szervezik, rohadékok nyilván. Tehát bárki, aki átveri így egy nyugdíjas, és eljátszott a nagy halált, és sírt, tehát undorító egy munka szerintem. Tehát, hogy reméljük, hogy az élete sokszor. Igen, de ő meg azt mondja, hogy ő nem csal. Mert ő nem csal, de csal. Mert hogy... hogy de csal, mert, ő, ez hogy ő, mert nincs igen, csodalábas. Csak, de nincs 390 ezerért csodalábas. Azt mondja, hogy ha egészségesen főzöl, hogyha nem használsz különböző zsíradékokat, akkor gyakorlatilag csoda történik veled, mert az egészséges táplálék hatására a rizikofaktorok csökkennek. Tehát, és a csoda ebben az esetben csak egy költői túlzás, csak egy jelző. Nem, ő azt mondja, hogy a csodalábast, ha megveszed, akkor bármi, amiben eddig főztél, akkor az beledög lesz, de ha csodalábasban főzöl, akkor ez a csodalábas ez megvéd téged attól, hogy mondjuk rákod legyen. Azért ez nem ugyanaz, mint hogyha egészségesen eszel, akkor nem leszel. Hát nyilván itt arra hatnak, hogy megijesztenek, jól áthozzák a frászt, majd gyorsan alig várhat, hogy ezt a terméket megvehest. Ő nem azt mondja, hogy ne főzzél kacsazsíron ezért csülköt. Így van. Holnaptól kezdve, hanem azt mondja, hogy ebbe főzd, és akkor ugyanúgy főzzél, mint eddig, csak változni fog a te életed. Ilyenkor egyébként a fogyasztóvédelem miért nem megy ki? Tehát miért nem jelennek meg? Ugye az van, hogy állítólagosan ezeket a termékbemutatókat egyébként előre be kell jelenteni az illetékes jegyzői hivatalban, nem tartatod meg az eseményt, ha nem jegyzed be. A fogyasztóvédelem ilyenkor miért nem védi meg azon embereket, akiket egyébként önmaguktól kéne megvédeni? De miért nem mennek ki és büntetik meg ezeket a cégeket, hogy nem tüntethetsz te föl 390 ezerért egy csodalábast, mert nyilvánvalóan csalsz ezzel. Aha. Tehát nyilvánvalóan valótlant állítasz, nincs 390 ezerért gyógyító csodalábas. Hát itt a csodalábast lehet maximum, tehát magát a kifejezést tudod megóvni. De miért? Azt, hogy te mennyire adod, hát az mi közel igen, hozzá? Az. De miért azzal, hogy átverem és hamis ígéretek, és átverem a vásárlót, és nem tudja az a termék, amit ígérek, és amit elmondok, és amit garantálok, hogy te attól nem kapsz rákot. Hát az hogy van? Nem? Szerintem ezt nem garantálják, tehát hogy azt nem ígérhetik meg, akkor gyakorlatilag a vizes lepőt biztos, hogy rájuk lehetne húzni. Senki nem ígérheti meg az országban semmilyen termék kapcsán, még gyógyszer kapcsán sem azt, hogy garantálja, hogy nem lesz rákos. Az biztos nem. Most ha én egyébként megvettem ezt a dolgot, akkor egy csomó szerintem nem tudják, hogy bizonyos ideig visszaviheted. Ilyen neked, esetben is? Hát hogy ne? Hát neked tehát elállhatsz attól, ha te bármit megvettél, 2 hétig, 14 napig. Aha. Tehát indoklás nélkül te elállhatsz attól, hogy ezt te miért vetted meg, és vissza kellene, hát, hogy adják a pénzt. Kivéve, hogyha mondjuk az üzletszabályzata úgy rendelkezik ennek a cégnek az üzletszabályzata, hogy biztos van ott valami apróbetűs, ha kicsomagoltad, ha már használatba vetted, ha kifutottál abból azért, ha az első részletet ezt nem tudja átírni. Az üzletszabályzat egyébként, igen. Tehát ez ugye országos szinten van egy szabályzat, kormányrendelet, így van, és ha ez megvan, akkor azt te hiába írod bele, hogy de ha ön kibontotta, akkor a kormányrendelet már nem vonatkozik magára. Tehát ez valószínűleg, de mi történik, gondoljatok bele, a nagymama 400 ezerért megveszi ezt a lábast. Ez számomra felfoghatatlan, hogy ennek még mindig bedőlnek. Hát ez hónapokig nem fogja otthon elmondani. Tehát ő majd főzöget a varázslábasában. Mire kiderül, és mondjuk az unoka vagy a fia azt mondja, hogy de mama, hát magát átverték, addigra a 2 hétnek régen igen. Vége. Megtudjuk, hogy biztos meghagynak így, mit fél év múlva, egy év múlva. Tehát nem azt mondják, hogy majd, hogy ha jövő héten vagy jövő hétig ebben főz, akkor már maga mindentől megmenekül mama, hanem azt mondják, hogy fél év, egy év. Na most fél év után, egy év után visszakérni valaminek az árát. Azt már nem. Ha van egyáltalán készpénz visszafizetési garancia. Na de én úgy képzelem, hogy a nagyi hazamegy, szegény idős emberek, akiket átvágnak, de az a baj, hogy ez ők is kellenek. Tehát
ez nem fekete meg fehér, hogy sajnos, igen. Szóval, hogy egyszerűen nem hihetik el. Tehát én azokra is haragszom, akik csinálnak ilyen termékbemutatókat, mert a rohadékság tényleg. De azért ehhez kell, hogy te 70 évesen, de valójában elhidd, hogy 390 ezerért, ha megveszel egy csodalábast, vagy 500 ezerért egy porszívót, akkor neked jobb lesz. Hát szegény, hogy mindenbe hinni akarnak. Ha hazamegy, akkor... Valahol egy ilyen közösségi program is nekik eszült, elmennek, együtt vannak, stb. Tehát nagyon összetett, nagyon komplex ez az egész. Most tényleg mondd el egy 60-70, nem mondjuk a 60 nem is annyira, de mondjuk egy 70 éves néninek, bácsinak, akinek mondjuk így iszonyatos problémát jelent minden nap mondjuk a viszeres lába. Na, de hazamész és elmondja az unokának. És az unok azt mondja, hogy Jézusom, Nagyi, mit csináltál? Vettél 500 ezerért egy porszívot, vagy vettél 300 ezerért egy csodalábast. Hát akkor még azért nem tudják, de visszavihetik. Tehát bizonyos napig, ugye, hát amiről beszéltünk, visszavihetik. Figyeljétek, szóval ez elképesztő, hogy hitelt vesznek föl emberek ott azonnal egyébként, hogy meg tudják venni. Oké, egy program. Nyugdíjas program nálunk a faluban is, új kígyóson, hogy összefognak, jön a termékbemutatós, elmennek a mamzik, kevés számban papák, és akkor megvan egy délelőttöd, vagy akár egy egész napod, mert ráadásul ezek még akár azt is ígérik, hogy azért kapsz egy kis ajándékot, vagy kapsz egy csokit. Garantált ajándék, igen, van. És ráadásul valami jó kis szállodába, valami tényleg exkluzív helyen. Így van, és amikor már ott van, akkor meg szegény már belecsúszik. A csőbe, de akkor ki a hibás, aki adja, vagy aki elhiszi? Mert szerintem görény dolog. Aki elhiszi, tehát az a hibás. Na, de te fölépítesz egy előadást két órán keresztül, görény módon végighazudtod az egészet, hát azért rohadék az ilyen, nem? Ez tényes, ülnek veled szembe a csillogó szemű nagymamák, körülbelül 10 000 forintért vetted meg azt a lábost, 20 000 forintért, eladod nem tudom 300 000-ért, tehát rohadt nagy görény az ilyen, aki ezt csinálja, nem? Az ebben egyetértünk, de kell a másik eladsz, azzal átvágod ezeket az embereket. Így van, de kell a másik oldal, tehát te hiába építesz föl nagyon jól egy ilyen rendszert, neked egyébként nem is állna ez rosszul ez a... Na mindegy. Ja, te rohadt! Hallod, annyira meghajáltatod. Ugye? Nézd, csak rá! Annyira meghajáltatnád. Rézlepedő, sugárzásvédő rézlepedő az ágya. Nekem van. A Hartmann a vízért. Na de akkor még mindig kell a befogadó, érted, aki azt mondja, hogy hát tényleg, akkor ezt megvesszük. Jó, de ez befektetésnek soros, réznek az ára meg csak az egekbe. Atya úristen. Van egy hallgatónk, aki ezt csinálta már, mint hogy sokáig dolgozott. Kisegítőként. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello! Te kisegítőként dolgoztál ilyen termékbemutatóként? Igen, szóval volt nálunk egy ilyen előadó, mint mondtátok, és mellette ketten, hárman, akik előkészítettek az egészet, bocsi, az azért, mert lóba vagyok. És végül is az egész annyiból állt, hogy voltak ilyen felhívások, ugye telefonszámoknál egy 30-40 fős csapat fölhívott mindenkit, hogy ingyen mosópor kapnak, meg ilyen ultrabüdös parfümöt, ugye, hogy ez a beltetés volt, eljöttek ugye akkor, és akkor fel volt építve az egész, hogy úgy, mint mondtátok, hogy érrendszeri problémák, stb. Akkor jött az, hogy hát az unokáknak kell segíteni, meg ilyenek, és akkor jött a beltetés, hogy 1 millióról elindult lefele a licit, és akkor, hogy mindenki kap ilyen félmilliós kedvezményt, és akkor előre ki volt a sorsolva ilyen bingó kártyák, és úgy működött, hogy én előre kiraktam, mit tudom én, 10 darab 6-ost, 8 darab 2-est, szóval mindig fixen volt olyan, akinél volt az adott akcióra ember, és akkor utána nekünk félre kellett velük ülni, beszélgetni, és hát mindenképp az volt a lényeg, hogy meggyőzzük és hogy megvegye a terméket. Volt beépített emberetek? Légy őszinte. A beépített sose volt. Az nem volt sohase. De olyanok voltak, akik már rutinos, hát úgymond öreg rókának számítottak. Ők szokták úgymond az előadó által rontani a bizniszt. Ő rájuk figyelnünk kellett és csitítani kellett az előadásonál, hogy ne szóljanak a gyanútlan áldozat. Tehát aki mindig visszajárt. Hogy vetétek rá őket, hogy mi a technika? Tehát megijeszted őt, hogyha nem lesz ilyen csodalábas, ha meg fog halni? Vagy mit kell neki mondani? Mik a hívószavak? Ilyet nem mondtunk, hanem hogy ezzel segít a családnak, hogy mit tudom én az edénykészletnél, hogy jaj, hát az unokáknak majd főz, meg hát mégis egészségesebb mindenki. Szóval ilyet nem mondtunk, hogy meghal vagy valami, de hát kamu volt az egész. Mi volt a legdurvább, amit eladtál, amiről te is azt gondoltad, hogy na, ezt biztos nem fogja megvenni senki, és mégis megvették? Hát azok a katamasszás fotelek, amire hát nem volt jó semmire. Mennyi ennek a bekerülési ára körbe egy lábosnak, vagy egy masszás fotelnek, és hányszorosáért adtátok el? Hát olyan 30 volt a porszívó, azt 150-ért adtuk,
akkor az edénykészlet szerintem lehetett olyan 50-60, az ment 4-20-ér. A masszázs hotel, azt nem tudom pontosan, de az is 4-20-ér ment, de azon is szerintem volt egy 200%-os haton. És vitték? Hogyne, mind a cukrot, főleg karácsonykor. És ott, ott mik voltak a hívószavak? Hogy tévénézés közben is nem kell semmit csinálnia, csak ül benne így, és gyógyul. Hogy napi fél órát ül benne, és akkor megelőzi a rák kialakulását, jobb lesz az érkeringés, jobb a cukornak. És hogy bírtad ezt gyomorral? Vagy, nehéz volt, csak rá voltam utalva a munkára. Én azért hagytam. Jutalék alapján fizetik az ember? Tehát eladt előtt edényt, akkor azt mondja, ebből neked jön ennyi? Így van, szóval úgy volt, hogy mondta a főnök, hogy akkor 3 hónapig próbaidő, nem kapok jutalékot, semmi. Hát persze, hogy akkor csináltuk a legnagyobb üzleteket, de én személy szerint 1%-ot kaptam minden adott termék után, de neki szerintem egy hét alatt csináltunk általában, mert ő nem nagyon szokott így eladni, hanem ő csak ugye a műsort csinálja. Hát egy ilyen 15-20 millió per hét, és ugye volt ezen a cégen belül 5 ilyen eladó csoport, akik az ország különböző városaiban voltak minden másnap, szóval meg volt ez szervezve rendkívül, és iszonyatos pénzek mozogtak benne. Nem értem tényleg a fogyasztóvédelmet. Nyilván az embereket nem tudjuk, nem tud, felnőtt emberek nem lehet megóvni önmaguktól, de hát ha bejelentett termékbemutató van, miért nem megy oda ki valaki a fogyasztóvédelemtől, áll föl és viszi el az egész bandát börtönbe úgy, ahogy van, nem? Hát én meg azon csodálkozok, hogy a főnököm utána még ezt csinálta jó sok egész, hogyan lehetett. Hogy lehet ezt úgy megcsinálni? Igen, hogy ne lehessen belekötni hivatalosan. Mi ahogy ez a trükk? Vagy pedig az van, amit itt néhányan írnak, hogy próbáltak föllebezni, este már nincs maga cég. A föllebezésnél úgy ment az egész, hogy nálunk is volt olyan, például az én esetemben volt egy idős asszony, aki egy napjára rá betelefonált, és mondta, hogy ő elállna a terméktől, és akkor a főnököm hirtelen szólt nekem, hogy én mondjam neki azt, hogy a kötbér szerint akkor 100 000 forint feletti összeget kell kifizetnie. És nem volt ilyen gondolom. De hogy is volt. Nem, megkamuzol egy ilyet? Volt neki azt hiszem 10 vagy 10 valahány napja az elállástól, amikor tényleg csak a foglaló összeget kellett buknia, az meg volt attól függ, mennyi készpénz volt nála a szerződés kötésekor, és utána mégis nem volt semmi, csak azt az X-t, ha 20 000-et adott bele, akkor annyit bukott. És nem szégyelled magad? Vagy így visszamenőlegesen? Már ne haragudj, hogy hát átvertél hát embereket ilyennel, érted, aki vissza akarta hozni a termet. Tehát egyrészt rábeszélsz valakire egy 50 000-es edénykészletet 400 000-ért, majd ha vissza akarja vonni az üzletet, akkor a főnök azt mondja, hogy kötbérezd le. És hát ez... dehogy nem szégyeltem, a öreganyámat felhívtam, hogy véletlenül sem menjen bele ilyenbe. Tényleg a családot megóvom. És szóval ez összes barátnőm. Sajnos ez volt a munkám, de hát most a katona is biztos, hogy lelkiismert fordulással egy katonának a lelő, tudom, 3 embert. Érdekes párhuzam, érdekes párhuzam. Igen. Tudom, hogy érdekes. Most ha mondtad volna, hogy Questor vagy Budakes, akkor azt mondom, hogy van benne valami, de tulajdonképpen az, hogy a katona elmegy lelőni, te meg eladta 3 edényt 2 csóri nyugdíjasnak, hát azért ez egy érdekes. Érdekes, érdekes párhuzam. Igen, pont erről beszélgetünk, hogy ki a hibás, hogy ki kell ahhoz, hogy ez létrejöjjön. De hát mind a két fél, csak ugye mi vagyunk a ludasak benne, úgymond. Most már hála Isten, 3 éve nincs semmi közöm ilyenhez, úgyhogy nem is lesz. Kirúgtak egyébként? Nem, felmondtam. Miért? Hát, mert már elegem volt belőle, mert... Már nem tudtad elkölteni a sok pénzt, amit kerestél, mi? Dehogy sok pénzt, alig adtam. Reggel 6-tól este 10-ig kellett dolgozni. És kiszúrta a szemünket 130 000-re. Még ahhoz képest, hogy hány embert vettetek rá, ahhoz képest nem sok. Hát, ahhoz képest nem sok. Nem, mintha többet érdemeltetek volna egyébként. Nem hát, akarok ítélkezni, mert nem feladatom. Nekünk az a lényeg, hogy te ezt elmondd. Aztán mindenki gondol, amit szeretne, de egyébként a 130 ezer nem sok. Hát nyilván a nagy lóvét ők tették el. Igen. Hogyne, milliókat. Most tudod, hogy vezékelned kell. A hétvégéken szeretett otthonokba kell elmenned, mesét kell olvasnod, etetned, itatod, tisztába tenned, ingyen. Igen. Kékem, köszi, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Most mivel foglalkozol? Most Hőszigetről ablakokkal. Használt ablakokat adok el egy autókereskedésbe. Nyugtass meg, hogy jó útra tértél. Igen, tehát nyílázárokat adsz el? Nem, Hőszigetről ablakokat gyártunk, egy gyártó cégnél vagy. De nem sporoljátok ki belőle a valódi Hőszigetet, ez benne van. Nem. Jó. Hőszigetelőnek mondott. Nem, csak viccelünk. Igen. Na jó, legalább abba hagytad, ez a pozitívum, meg hogy elmondtad nekünk.
Tamás, köszi, ciao. Szia, szia, sziasztok. Egyébként a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak a honlapján van egy külön, a tudástáron belül egy külön kis topik, ami a termékbemutatókkal foglalkozik, és tényleg az van, hogy 14 napon belül vissza lehet vinni, elállás indoklás nélkül, így írják. Az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés egyik legfontosabb sajátosság, hogy a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a szerződéstől 14 nap. Igen, sokan írják, hogy 14 nap csak az online vásárlásra, igaz? Én úgy olvastam, hogy 14 napig bármit. Igen, bármit, bárhol. Igen. Na jó, hát nagyon sok SMS jön, úgyhogy mindjárt foglalkozunk még az SMS írókkal. Vannak, akik részt vettek ilyenen, vannak családtagok, ahova beállított a nagyi és a nagypapi egy vadonatúj 600 ezeres vízszűrővel, úgyhogy mindjárt megnézzük, jó, hogy ki mit vásárolt már, ki minek dőlt be, és hogy tudott kijönni a dologból. Hát egyáltalán ki tudott, vagy az unokák, gyerekek vissza tudták-e adni, amit Nagyi mosolyogva mesélt, hogy mit vásárolt, meg elképesztő egyébként, hogy ebből még mindig meg lehet élni, és ez meg, még mindig megy, hihetetlen. Fél kilenc múlt 7 perccel jövünk az SMS-ekkel mindjárt. 3:49 lesz pontosan 1 perc múlva. Szép reggelt kívánom mindenkinek! Egy bulvárlap ma lehozta, hogy még mindig mennek a termékbemutatók, és ők elmentek rejtett kamerával, és felvették, hogy mi történik. 390 ezer forintért adják a gyógyító csodalábast. A gyógyító csodalábast, és kiderült, hogy az előadás végén még mindig jelentkeznek arra, hogy ezeket a termékeket megvegyék, és hát bármennyire is sokszor mondja az ember, hogy foglalkoztak ezzel különböző tévés, rádió műsorok, egyszerűen nyugdíjasok meggyőzhetetlenek. És úgy érzik, hogy megfogták az Isten lábát, és 500 000 forintért vesznek porszívót, víztisztítót, és 400 000 forintért csodalábos készletet. Szóval elképesztő. Elképesztő, hogy ebből még mindig meg lehet élni. És kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk tapasztalatokat, azok is, akik ilyet vettek, vagy ahol a rokonság, a nagyi, a nagypapa beállított egy-két ilyen szettel, és Víga mesélte, hogy nézd, micsoda vásár csináltam. Nektek vettem, drágám. Igen, mert ez még egy nagyon fontos szempont, erről nem is beszéltünk, amikor karácsony környéken azzal győzik meg a mamát vagy a papát, hogy de ha nem magának, gondoljon a gyerekeire. Igen. Hát nyilván tök jól felépítik ezt az egészet, persze, és elhitetik veled, hogy neked ezt miért érdemes megvenni. A hétvégén anyósomnál Poratka porszívót akartak értékesíteni házalással 450 000 forintért. Havi 10 000 forintért részlete is egyébként megvehető volt a dolog. Majdnem sikerült eladni, de szerencsére nem jött össze. Nagymamám szintén vett ilyen masszás fotelt 450 000 forintért, és kapott hozzá egy palacsinta sütőt. Tök jó a biznisz. Visszavittem a fotelt a cégnek. Én nem szereted a palacsintát. Igen. 450 érbe. Visszavittem a fotelt a cégnek az Isten háta mögé, az iroda egy garázs volt, benne egy öreg néni, aki azért ült ott, hogy visszavett cuccokat átvegye. A foglalót bukta a mamám, de legalább a felvett hitelt nem kellett kifizetni. Egyébként igen, a fogyasztóvédelem azt is mondja, hogy hiába van már hitel, nem tagadható meg a pénz visszaadás arra hivatkozva, hogy a hiteligénylés már folyamatban van. Tehát ez is kamu, hogy sajnos nem tudjuk visszaadni, igényeltünk hitelt, vissza kell, hogy adják. Anyám félmilláért vett 2 darab takarót, meg egy késkészletet. Amikor rákerestem a cégre a neten, kiderült, hogy pénzkihelyezés a fő profiuk, termékeket nem is árulhatnának. A pénzügyi felügyelettel fenyegettem meg őket, így aztán csak azt a 2000-et bukta anyám, amit a helyszínen odaadott. Ildi küldte nekünk. Aposom 700 000 forintért vásárolt aprítógépet, porszívót, főzőlapot, ételpárolót, amikor elvittem a médiamárkba, mindegy, elvittem egy ilyen áruházba, és szembesült vele, az összes cuccot megkapta 150 000 forintért, hogy megkaphatta volna, sírva fakadt. Persze akkor már késő volt, évekig fizette a részleteket. Puszi Nóri. Ez is mennyire tipikus, hogy még van is ilyen, tudom, hogy azt megveszik ott a boltban. Hogyne. És hát, ugye ő ugyanazt árulja. Hát ne gondolt, hogy igen, az a lábos készlet az olyan nagyon extra, hogy külföldről rendelték. Ez bement valahol, megvette, és árulja. Anyukám 8-10 évvel ezelőtt vásárolt egy ipari nagyságú porszívót, akkor 430 000 forint volt. Befizette a teljes összeg egy részét, a többit behitelezte, a nem normális, ezt kell mondanom sajnos. Apu már rosszul lettünk, mikor elmondta, mennyibe került. A pláne az egészben, hogy azóta elő sem vette, mert sajnálja használni. Szóval azóta is ott áll a dobozban a hiper-szuper masina. Csilla írta nekünk Debrecenből. Én anyósommal végigcsináltam, fogyasztóvédelemhez fordultam, megijedtek, még az 5000 előleget hitelbíláratra is visszaküldték. Porszívó volt 350 000 forintért. Elképesztő. Szóval, hogy fölépítik az egészet, tehát ez, hogy a telephelyed az legyen valahol kint a francba, hogy még véletlenül se lehessen megtalálni. Keres valami jó termékbemutató helyszínt, szedd össze a termékeket, találj ki egy jó dumát hozzá, adj hozzá hitelt, és ha valaki pempög, akkor legyen mindenre válaszod.
Ugye? Igen. Hogyha bármi vissza akarja kérni a pénzt, akkor legyen egy válaszod rá, hogy, hogy hát azért nem érdemes, mert már elindítottad a hitelt. Erre jön a fölkészült. Nem, uram, ilyenkor még vissza kell adja a pénzt. Jó, de ki kell hozzák a terméket hozzám a telephelyre, ami a ért, és az egész gyakorlatilag igen, az egész hatozik. És találja magadnak egy nyugdíjast, aki ott a telephelyen átveszi a termékeket, de ő is ingyért, mert tartozik nektek 400 ezer forint. Lehet, hogy egy régi vásárló. És ledolgozza. Azt mondja, hogy nagyszülőktől költözéskor megkaptam a NASZ ajándékba szánt svájci lábos készletet, amit ilyen termék bemutatón vettek, körülbelül 500 000 volt, láttam egy licitálós honlapon 50 000-ért. A lábos amúgy tényleg jó. Kicsi Krisz írta nekünk. Egy ismerősöm egy hónapja vett egy ilyen rohadéktól egy porszívót, egy gőzölös tisztítót 1 000 000-ért, és nagyon büszke volt arra, hogy 1,5 millióért, 1,5 millióról alkutta le. Hát milyen SMS-ek? Milyen SMS-ek? Micsoda? Hát 1,5 millió. Hallod, 500 000 spóroltam rajta, észnél vagy? Normális vagy. Nem gondol bele, hogy nyilván... Hogy egyébként 300 000-re megkaptam. Nyilván kamu a 1,5 millióról lehozott 1 milliósár, igen. Az eladó nem hazudik, vagy az előadó nem hazudik, mert mindig csak kérdez, a kulcsszavakat a közönséggel mondatja ki. Nem lehet visszavinni a csodalábost, mert nem tudod megtalálni a céget. Én végigcsináltam, írja egy hallgató. Az én nagyimnak csoda paplant akartak eladni, minőségére körülbelül 1000 forintos kínai takaró, potom 200 000 forintért akarták ráshozni, szerencsére időben megtudta a család, és vissza tudtuk még mondani. Te mit kell ahhoz mondani dumában, hogy te 200 000-ért megvegyél egy takarót? Tehát mi a felépített duma? Mert a lábosnál megértem, a porszívónál igen, de én nem tudnék neked eladni, hogy mit csinál egy takaró 200 000-ért? Te nem tudnál eladni egy de olyan takarót, amely az atkákat önmagában eltaszítja a testettől, amely védőhálót von a testet fölé, hogy a káros vízsugarak, amelyek az ágyad alatt húzódnak végig, azok ne érjék a testedet, hogy te ne tudnál eladni egy olyan takarót, ami a televízióból még kikapcsolt állapotban is sugárzó elektrostatikus ellenállást visszalöti. Jó, az a baj, jól tolja. Jól tolja. Az a baj, hogy szakmát váltok. Feri, van jövő. Most hol kell aláírni? Most mondjuk, ide nekem azt a takarót nem akarok meghalni. Mondjuk ő így még csak saját anyjától csalt ki pénzt. De azt nagyon sokat. Mama! Anyám, a kánylábost adtál előszintén. Az egész készlet tőlem. Kirázott a hideg, annyira jó vagy. Hát, szóval elképesztő. Elképesztő, igen. 660 000-ért vettek az én szüleim porszívót. És még csak nem is nyugdíjasok. 660 000 forintért vettek porszívót. Hali, azt hiszem, ma küldtem a nagyit és a barátnőjét egy ilyenre. Cinkes Frost írta nekünk. Szerintem menj utánuk. Szegély. Apukámra rá akarta sózni egy ágyat, amikor dühömmel felhívtam a céget és kiosztottam, akkor az jött le, hogy én magamnak akarom a pénzt, és az apám egészsége nem fontos. Ezt apámnak is elmondták. Végül megvette az ágyat, 1 000 000 forint hitelt vett föl rá. Ezt Andi írta nekünk. Egy ágyat. Feri, van egy dohányzáson leszoktató papucson beszerzési ár. Mennyire adod? Na jó, hát tényleg mindenkit óva intünk ettől, drága nyugdíjas hallgatóink, ne menjetek el, ne higgyétek el, ha unatkoztok, járjatok piacra, ne gondoljátok azt, hogy ez egy jó biznisz, és komolyan mondom, ne csináljátok, ne adjatok további táptalajt ezen cégeknek. Nem, hát ez elképesztő, elképesztő. Így az SMS-ek számából ítélve, hányan vehettek? Sokan, rengetegen, és tényleg így ördögikől belekerülsz, és akkor újra és újra megvetetnek veled valamit, mert hogyha egyszer vettél, akkor következő csekkel mindig jön valamilyen visszautasíthatatlan ajánlat, autókulcsal például. Igen. Ez az ön autójának a kulcsa, és elküldés van benne egy kulcs. Igen, egy ilyen lemezből kivágott kis hajlítgatható kis kulcsocska, ez. Évvégén lesz a sorsolás. Fú, de kemény. Van, aki azt írja, hogy még durvábbat mondok, orvosprofesszornak adták ki magukat, és úgy árultak orvosi eszközöket. Most megnézem, hogy milyen orvosi eszközök egyébként. Igen. Na jól van, játszunk, jó? Itt van a játékosunk már is. Az Ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Sasugrás a Morning Show-ban. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Herbusztok, Attila vagyok. Attila, hello Attila. Milyenek a kérdések, Jani? Hát, ahogy meghallottam Attilának hangját, arra gondoltam, hogy nem elég nehezek. Annyira magabiztos. Annyira tényleg azt érzem, ki nyer ma. És annyira szigorú. Igen. Nekiálljunk, nézzük. Kezdjünk hozzá, Attila. Először neked jó utat kívánok holnapra. Ó, nagyon drága vagy, köszönöm szépen. Meg kéne találni. Ferének meg is leszokált a cigarettáról. Köszönjük szépen. A Jani meg egészséges. Na, köszönjük szépen. Ennyi. Mi elmondtad, amit szerettél volna. Jöjjenek a kérdések. Melyik magyar nemesi család egykori kastélya található Fertődön? Festetés.
Nem, az Keszthely. Valaki milyen empatikus. Ki az, aki jól szórakozik ezen? Attila. Nem. Eszterházi. Ja, ahogy felröhögött, megérdemel egy olyan csomagot. Összehívta a haverokat, figyeljetek, faterjával, hallgassátok meg, nagyon nagy lesz. Igen, az Eszterházi kastélyban fertőzni, így van, nagyon szép, meg is csinálták. Dolgon a festet is különben. Kezd helyen. Így van. Nem kezd helyen volt a kérdés? Nem, fertőzöm. Aranyos, hogy mondod. Nem rossz. Tetszik ez az elszántság, minden megteszel. Igen, Balázs nyelve furcsán botlott. Ő akarja ezt az ajándékot, ez biztos. Fertőzés, és a kezd hely, hát nehezen összekeveredik. Nem egy nagytávolság. Nem. Jó van. Mekkora a gyermek? Tegnap volt 25 éves. 25. Nagyon tetszett, ahogy felnevetett. Nincs jobb, mint egy élő rádió műsorban apádat kirohogni, hogy az első kérdés. Egy haveri kapcsolatnak minősíteni. Nagyon. De várom már, hogy a gyerekem ennyire szemtelen legyen. Nagyon szeretem ezt. Őszintén szívből felnőgött. Nagyon hisz benned. Igen. Már a játék előtt mondta, hogy apa engedd el, úgy se nyert, vagy még hitt benned a játék elején? Szerintem bizalmatlansági kérdés volt az egész, tehát én tudtad, úgyse fogom eltalálni. Tehát már az elején mondta, hogy apa, hagyd a felé, ne hívd a Balázsokat, ne, ha úgy se nyersz, és aztán őszintén felrögött. Szerettük. Igen, igen, de gúnyos kataj, tehát... De tényleg érted, legalább nem alakoskodik, hogy jöjj ma. Majd legközelebb jobban fog menni fater, meg hogy... Én hiszek benned, apám. Rossz napot fogtál ki, aljas volt a kérdés. Őszintén rögött. Nem volt egyértelmű. Tehát, rossz voltam volna. Én is azt nézem. Magamra veszem én is, igen. Attila, köszi a játékot, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. A legjobb. Az én YouTube-os videókból is, amikor valaki frakkol egyet, soha nem azon röhögök, ahogy frakkol, hanem hogy a háttérből a haveroknak hallatszik a röhögés. Hogy nagyon röhögnek, igen. 5 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, elindult a hétfő. Undok egy nap, tudjuk mi is, érezzük, utáljuk, mindenki utálja, az egész ország utálja. De túl leszünk rajta. Igen. Valahogy együtt majd próbáljuk a dolgot megoldani, hogy túl legyünk rajta minél előbb, legalábbis 10-ig ebben próbálunk segíteni. Aztán 10-kor magatokra kézen hagyunk benneteket, kézen fogva. 10-kor véget ér a dolog. Örlődjetek, süllyedjetek vissza a depresszióba. De 10-ig próbálunk azon dolgozni, hogy egy kicsit könnyebb legyen. Bár ez a termékbemutatós téma nem volt igazán vidám, de néha kell azért ilyen dolgokkal is foglalkozni. Ha csak két nyugdíjas gondolja át, hogy ma elmenjene egy termékbemutatóra, amire már bejelentkezett, és vegyene 400 000 lábost, akkor már megérte, hogy ezzel foglalkoztam. De itt volt ez a jó kis Jacko, ez visszarántott minket. A Bidé című dal, írja egy hallgató. Imádom Bidé című dalát, Just Bidé. Istenem. Hihetetlen belegondolni, hogy ez az ember jobban szeret a gyerekeket, mint a UNICEF. Igen. És sose tudjuk meg az igazat. Soha nem derül ki. És a gyerekem hogy szereti a Michael Jackson? Tegnap a History című nagy koncertvideót nézte szájtát, ha 2 órán keresztül, és táncol, nézi, énekel, imádja. De nyomja a mozdulatokat is. Hát kezdi, nézi, imádja. Imádja. Csak nehogy legyen a Starban Starból gyerekváltozása, feltűnjön benne, mint Jacko imitátor. Képzeld. Akkor kinyílom. Az én fiam. Nézzétek. Mert sosem indítanám el ilyenem. Elé feküdnék a Róna utcában. De ha ő menni akar? Hát ez egy jó kérdés. Igaz. Akkor mit csinálsz, ha egyszer odaáll a Benny, és azt mondja, apa! Hogy láttam a Star Wars és lesz gyerekverzió, és el igen, akarok indulni? És én tudod, hogy én vagyok Michael Jackson. Gyere, lemegyük egy cukiba, amit eszel iszol. Csak nem kell, el, apa. Én oda akarok menni, oda ott elér, akarok és lenni. És őket nem tudsz bekerülni. Az nem egy olyan műsor, nem fognak fölvenni. Bármit kitalálok. Na hát még nem, még ezt nem említette. Apa, de jó mondjad kérdés. Benny. Apa, sikicska. Azt hittem azt mondta, ha már ónod, hogy apa, bújt fritkó akarok lenni. Ja, na. Hát, akkor nagyobb a baj. Na, akkor sokkal nagyobb a baj. De belőle csak egy van. Belőle csak egy van. Igen, és most visszatért a képernyőre. Úgyhogy hát, nagyobb comeback-je volt most már a Star Wars részeknek. Örülök, legalább végre van valaki a képernyőn, aki rosszabbul öltözik, mint én. Pedig nehéz olyat találni. Hát azért, de ő...
nem változott semmit egyébként az elmúlt három hónapban, amíg visszavonult, felmondott, elment, vagy nem tudom mi volt, sokat nem változott, ma visszatért, látjuk. Neki egyiket volt valami nagyon súlyos műtéte, aminek a során eltávolítottak egy 10 centit mind a két alkarjából, azért hosszabb minden ingúja. Hát ezt nem tudom, hisz ezekben a bőingekben, nem tudom. Nem. Nem tudom. Hogy itt nem megy vele a neje, vagy bárki a családban is mondja azt neki, hogy amikor oda akar nyúlni az XXL-hez, hogy nem! Már nem vagy kövér. Lehet, hogy ez egy gyerekkori trauma. Nem. Nem volt ő kövér? Szerintem ez tök tudatos egyébként, hogy valami legyen rajtam, amiről tudnak beszélni, tudod. Ha most még az nem is elég patent a sapka? Lenne, amíg az is patent lenne. De nem elég az a rohadványos sapka, amit egyszer leverek a fejéről, ha találkozok vele? Na, de legalább nem eléri, hogy erről beszél, érted, hogy miért van rajta. Na jó, de sapka. Az inge lehetne normális. Hát igen. Nem lehet, hogy romában tetoválva? Na, és hogy el akar valamit, itt tudom én, rajta van egy ízé, valahogy egy szilárd vagyok forever, vagy valami ilyesmi, és azt akarja átadni, mert börtön, az már a múlt. Három börtöntet, hogy igen, kis könycsepp. A budai bevásárló központig áll az Egér út, Brigi, köszi, hogy elküldted nekünk. M1-es Andor út, 1 óra, Vitya, ugyanerre vonatkozik, igen, ez az Egér út. Hát hatalmas dugó van mindenhol, ezt mi is látjuk, tapasztaljuk. A Budó... Budó, hey, de Budó. Budó, megyek a Budóra. Budaörsi bevásárlóközpontig áll az Egér út. Igen, M3-as 205-ös kilométer Budapest felé trafi, Levi küldte nekünk. Budakeszi elesett mindkét irányban. M86-os Vatnál a hídról mérik a Csorna felé tartókat. Nyugati Vácsop vasútvonalon pár perces késések vannak. Hát, ma még lehet, de holnap ne legyen. Ott fogok állni a megállóban. Autómentes nap. Vonatozunk egyet. Tartsatok velem, holatozzunk együtt, hogy melyik járat, azt még nem tudom. Majd kiderül, hogy melyik irányba. Jó, ez csak egy picit altatás. Megígértem, most már bevállalom. Na, mit hoztam neked? Ja, még bocsánat, előtt egy mondat. Ma már hívjuk a mosógépeket, csak igen, mondom, figyeljenek azon mosógépek, akik e-mailt írtak nekünk, riasszák kisgazdájukat, hogy vegye fel a telefon, mert ma már egy mosógép a gazdára talál. Király. Több ezer mosógép írt nekünk. Ebben semmi túlzás nincs. Brutálisan sokan jelentkeztek a játékunkra. Rengeteg mosógép akarja lecseréltetni saját magát. Én ennyi paraszkodó levelet még mosógépektől nem olvastam. Bizonyám. Úgyhogy korábban nem olvastam még egyáltalán leveleket mosógépektől, de most aztán pláne. És milyen jól panaszkodnak ezek a mosógépek. Ugye van egy játékunk, egész héten mosógépeket sorsolunk, minden nap egyet. És mosógépeket kértünk arra, hogyha úgy érzik, hogy ők már nyugdíjba mennének, túlterheltek, a gazdájuk szétkínozza őket, és minden nap csak mosniuk kell, cseréltessék le saját magukat, írják meg nekünk, hogy miért van hányatott sorsuk, miért szeretnék, hogy lecseréljék őket, és akinek igen szívhez szúró a levele, és aki meghat bennünket, visszahívjuk már, mint a gazdáját, és felszólítjuk, hogy cserélje le a mosógépét méghozzá a mi segítségünkkel, mert hogy adunk egy vadonatújat. És ma már hívunk egy mosógépet, illetve pontosabban a gazdáját. És lehetek nagyon őszinték, és nem kell terelni, meg megszépíteni a múltat. Nyugodtan írjátok meg, hogyha tele van a forgódobotok a kondenszcsíkos alsógatyától. Így van, mit csinál, miért kellene már lecserélni meneteket, miért mennétek nyugdíjba, mióta dolgoztok, jó? Lehet még ezen a héten is küldeni nekünk a leveleket. Mit hoztam neked? Nem tudom, mit. Nekem? Nem, a Feri. Ja, neked? Nekem? Egyrészt hoztam egy Ellen Kerr könyvet. Azt olvastam szépen. Na, jó? Így van. Aha. És elhoztam neked ünnepélyesen, elvileg, állítólag az utolsó szál cigarettádat. Ó, oh, de én már elszívtam az utolsó szál cigarettámat. Nem, ez lesz az utolsó szál. Most ez tényleg, ezzel szívattok, hogy tegnap este 10-kor kiültem az erkélyünkre. Egy gyönyörű dohányoztam, mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy soha ne gyújtson rá, mert nagyon veszélyes az egészségre. A világ legjobb és legszebb, legutolsó cigijét elszívtam. De rohadtul nem hiszik el, látni akarjuk. Látni akarjuk. Hát de most löktök vissza a szakadékba. Ne, igen, most már így érted, így fogom a szélét, a peremét. Érted? És a Jani ott áll, és így ugrál a kezemet. Én elmondtam neked már a múlt héten, nem figyelsz rám, én elmondtam már a múlt héten, hogy itt fogod elszívni a stúdióban életed utolsó szál cigarettáját, és azt mondtad, hogy jó, aztán tegnap este te rituálisan letetted, az kit érdekel? Ő elmondta. Az senkit nem érdekel, hogy álltál ott egy kis féknyomos boxer alsóban, kint a negyedik emeleten átintegetél a szomszédnak, utolsó Feri, az utolsó. Várjál, és kis féknyomos, vagy kis boxer alsó? Nagy féknyomos, kis boxer alsóban. Hoztam neked egy szál cigarettát, elszívod az utolsó szál cigarettádat, és utána leszoksz a dohányzásról. Leteszed azt
a dohány terméket, amit 20 éve, 30 éve, nem tudom mióta dohányzol. 30. 30 éve dohányzol. Ez az utolsó felé. Ne akart, hogy előjön az apró betűsről a szerződésedben, hogy akkor is igaza van, amikor nincs igaza. Jó? Neki mindig igaza van. Elintéztem neked, elszívhatod itt a stúdióban. Nem lehet, hogy nem nyálozod össze a cigimet. Ne. Az utolsó szál cigarettádat. Ha az láttad volna, honnan húzta elő. Nem tudunk egy másikat kérni. Tessék. Kapcsi, nincs nálad egy rendes. Ez egy női cigi. Nem női, mitől lenne női? Nem tudom, hogy mentolos vagy nem mentolos. Senki ne dohányozzon, nem követendő. A jót halljátok ki ebből, hogy Feri leszokik a dohányzásról, és egy országnak segít abban, hogy leszokjon. Jó. És drága attól Ferenc, még nem női, hogy Balástól kapott. Szívesen meggyújtom neked az utolsó szál cigarettádat. Jani ad egy hátmasszást, ha akarod, megmasszírozzuk a lábadat. Kell a hátmasszást. Egyiket se. Nem, a cigit akarom élvezni. Fejezt masszírozunk, bármit. Most elszívod. Jól átérzed az aromáját, magadba szívod. Ez most rossz. Most rossz, és hogy beleszagolok. Soha többet nem gyűjtesz rá, utána pedig jön a fogadás. Figyeljetek, bármit akarsz mellé. Na, akkor tegnap este 10-kor letettem a cigit, és eddig eszembe nem jutott. Érted, nyilván benne ezért volt. Ezért vagyok itt. Nagyon köszönöm, hogy tönkretetted a... Hova hamuzok? Én adok neked tüzet, parancsolj Ferenc. Ja, Istenem! Megörökítjük az utolsó szál cigarettádat. Te nem bírod a cigi füstöt. Ennyit megér. Ennyit megér. Ennyit megért. Dőj hátra. Gondolj arra, életedben nem gyújthattál még rá egyetlen rádióstúdióban sem legálisan. Hívd el életed utolsó szár cigarettáját. Ebből emberek isznak kávét, Laci. Csináljunk rá róla fotót, és soha többet nem gyújtasz rá. Úgy szívd el, hogyha minden jól megy, életed utolsó szár cigarettáját szívod. Ott a fotó, megy az Instára, legalább ők is kapnak valamit. Azt az örömet nézd meg, ahogy szívja. Nem lehet, hogy hagyjuk a francba ezt az egészet, és én maradok dohányos. Ne kövessétek, ne gyújtsatok rá. Káros az egészségre. Senki ne dohányozza. Ferinek azért engedjük meg. Mert ez az utolsó. Ez az utolsó. És utána leteszi. Leteszi, és soha nem dohányzik többet. És indul a nagy leszokás. Előnyére fog változni, hogy felteszünk egy ilyen volt és ilyen lett képet. Az a 30 kiló. Már nem dohányzom. Már egészséges vagyok. És mostantól kezdve az egészség mellett kampányolsz. Leteszed a cigarettát. Nem dohányzol többet. És vége van. Véget ér egy hosszú hányatott sors. Így van. Egy órával már a dohányzás után tisztulni kezd a tüdőt, két órával később már elkezd a tüdőt több vért pumpálni. Tisztul az érpája. És Feri leszokik a dohányzásról. Ez csodálatos lesz. A cigi nem finom. Nem jó, ne sem, senki ne gyújtson rá, tényleg, mert ugyanilyen szánalmas, mocskos alakok lesztek, mint a, én. De leszoksz róla. A fogadás. A fogadás. Egy kicsit nem lehet, hogy még élvezem ezt az állapotot, hogy... Azért ez kemény, hogy lehet, hogy tényleg az utolsó szál cigid volt. Igen, egy dologgal kevesebb megint, ami csak a tied volt. Így múlik el az élet, hogy mindent elvesznek tőlünk, ami jó, mindenről le kell szoknunk, amit szeretünk, minden szenvedélyünk oda, és szépen az ember végül egészségesen fog majd meghalni. Így van ez. Na! Ilyenkor érzed, hogy ez mekkora narkotikum, mikor már ilyen hosszú ideje nem dohányos vagyok, mint én, tehát tegnap este 10 óta. Nyugi, írja valaki, és ez rovat lesz, úgyhogy minden... Ne aggódj, Feri utolsó cigi, ilyen napi rovat lesz. Igen. Kiegyeznék ezzel, hogyha egy szálnál megálltam volna. Milyen érzés elszívni életed utolsó szál cigarettáját? Még az nem jutott el az agyam, még most a nikotin jutott el, és az nagyon... Bevert? Nagyon rossz a nikotin, nem, ne gyújtsatok rá soha. Rúba jó. Nagyon jó. Jó. Na figyelj! Nem, de erős vagyok. Gondolkoztál fogadásom? Nem tudom, hogy te mit ajánlasz. Tehát én elmondom, és holnapra is hozhatsz valamit. Mert ahhoz mérten kell adni valamit. Én már nagyon kíváncsi vagyok. Látom. De most komolyan. Látom rajtad. A határidő az mondjuk december vége. Tehát addig, addig nem gyűjtasz rá, és addig kibírod, akkor ajánlok neked egy fogadást. Na. Kereshetsz másik rádióműsort magad. Azt akkor is. Nem könnyen hoztam meg ezt a döntést. Nem könnyen hoztam meg, és erről mindenki le akar beszélni. De elmondom neked, hogy én mit ajánlok. Csak, hogy inspiráljalak. Ha! És amennyiben. Írjátok ezt. Na. December, mondjuk nem tudom, mi esik, mikor dolgozunk utoljára. 22. 23. Hát te leszoksz a dohányzásról. 14. Jó, kicsit próbálok, kicsit. Én mondom. Nekem is könnyebb lesz, December neked is. December 4. Pénteken. Az év utolsó munkanapján nekünk. Nem. Leszoksz a dohányzásról.
Ugye van valami, amire én nagyon-nagyon-nagyon allergiás vagyok. Nem nyúlhat hozzá más. Odafigyelek, gondoskodom róla. És egyszerűen szeretem és sokat foglalkozom vele. Mi ez? A hajad. Én. Jani, nem ajánlom föl neked. Nem engeded másnak, Jani, hozzám gyújjon. Szűz, popsiát. Azt csinálsz vele, amit akarsz. Hozzatok egy cigit. A hajam. Így van. Ha bizonyítható módon leszoksz a dohányzásról, és tényleg nem gyújtasz rá, és mondhatni, hogy nem vettél kezedbe cigarettát december 22-ig, és ez... Tudod bizonyítani, hogy fogjuk ezt számon kérni? Van valami ilyen teszt. Azért erre vigyázzunk, igen, hogy nem figyelj, szíjel naponta két szállat az erkélye hajnalban. Valami teszt kellene. Van egy ilyen, ami kimutatja, hogy kiürült a szervezetedből, azt meg tudjuk csinálni még decemberben. Jó, ezt a tesztet megcsináljuk, de bármi is ez. Meg azért engem annyira ismerhettek, hogy ha én ilyen kis elvonulós egy szácig is lennék, akkor az nem egy lenne, az hanem napközben is nyomnám. Úgyhogy... Tehát ha bevállalod, megcsinálod, leszoksz róla, akkor kopaszra tolatom a hajam. Ne. Letolatom kopaszra. Jó. Most szerintem egy nagyon picit azt szeretném, hogyha levennéd a zenét, hogy ez teljesen tisztán egyértelműen meglegyen. De. Feri, én is, mindenki maradjon csendben, halljuk még egyszer, nehogy valami bezavarjon. Ha december 22-ig nem gyújtasz rá, mert tudom, hogy ez neked micsoda függőség, tudom, hogy mennyire megszállott vagy, tudom, hogy neked ez mennyire fontos. Azzal szeretnélek inspirálni téged, hogyha valójában leszoksz, és nem gyújtasz rá, december 22-én az utolsó adásban kopaszra tolatom a hajam. Anna, biztonsági másolatokat, 4-5-5. Jó, de nagy. Ez az én felajánlásom. Nem, soha beszéltél a főnököt, de nincs hossza a tévéműsor. Nem tudom még. Mi lesz januárban? Ebben nem mertem belegondolni. De ha megcsinálod, tiszteletem jeléül, hogy le tudtad tenni életed legnagyobb függőségét, a cigarettát, hozok egy nullás gépet, és levághatod. Na. Hozzányúlhatsz a hajamhoz, amit kevés embernek engedek meg. Két ember van, a fodrászom és a Viki. Jó, meg a gyerekek. Letolathatod. Király! Én pedig azt a hajat felragasztom mellszőrzetnek. Arra a napra. Hogy mi lesz utána, nem tudom. Kell leforgatnom januárban? Nem tudom. Azt gondolom. Remélem, hogy nem. Elmondtam a Vikinek, ő csak annyit mondott, nem merd megtenni. Mondom, innen érzem, hogy ez valójában kemény. Ez jó. És azt mondta, abba gondolj bele, amikor ez elkezd visszanőni, és minden irányban így nő majd a hajad. És ugye annyira rövid, hogy azt még nem tudod. Persze, nem, nem tudsz mit csinálni. Nem baj, mondom. Legyen ez. Inspiráljuk Ferencet, hogy tényleg tegye le azt a rohadt cigarettát. Jó? Hát és az még csak hagyjál, hogy fog nőni. Mi lesz, amikor a Viki Ferriat hajnal kettőkor. Jani! Mit keresel így? De megvan ez a fejhaj nélkül? Próbáld nagyon elképzelni. Holnapra szerezünk már egy programot, ami megcsinálja. Ami lefedi, már ilyen program, biztos, hogy van. Csináljunk már egy ilyen programot. Én erre nem mertem ránézni. Ezt még nem mertem megnézni. De én ezt bevállalom. És nem hátrálok ki belőle. Ha megcsinálod és nem gyújtasz rá. Ez az én ajánlatom. Cserébe elvárok egy másik ajánlatot, amin gondolkozhatsz most, hogy tudod holnapra, de nem kell most megtenni a tétjeidet, de elvárok egy csere ajánlatot. Ami arról jó, szól, az hogy én te ajánlatomat, felajánlasz valamit. Az én ajánlatomat, ha nem szoksz le. Jani találhatja ki. Jani az, aki igazán tud szemét rohadék mocsok lenni, már bocsánat. Nekem nagyon sok ötletem van, hogy hiszel bennem. Ugye? Hogyha rágyújtok, akkor mit kell megcsinálnom? Na? Jó. Egy napot gondolkoz rajta, te is, ha akarod, mert ő biztos, hogy tud olyat mondani. Én te hatot tudnék. Nem. Tudod, hogy hozatok egy üvegkoporsót, beleöntök 4 darab pitont, 6 darab vízisiklót, soha. És azt mondom, hogy Feri, ha bűnös lélek vagy, és elszívsz egy cigarettát, akkor decemberben te belefekszel. És rádöntünk vízisiklót, óriás kígyó. De abba belepusztul. Hát abban meghalok. Ez az. Ja, de, ez na, az látod, most már érted? Most már érted, miért szemben találtam is ezt? Megmondhatod, hogy ne jöjjek többet. Hát az érted egyszerűbb. Ez az jó. Én. De ha rámérsz gyújtani 23-án, úgyhogy én levágattam 22-én kopaszra hajam, és te 23-án átküldesz egy képet, hogy ülsz az erkélyen feltett lábbal, és egy ilyen jamaikai trombitányi 3 szofit összenyúlva brutál cigit szívsz, akkor nagyon mérges leszek. Tehát azt nem ér megtenni. Megszivatni nem ér. Ne, azt lehet egyébként mondani. Nincs, hogy bocs, Bari, jöttek az ünnepek, igen, nagyon stresszes volt, visszaszoktam. Nem hátrálhat ki belőle, tehát hogy neki most már egy életre le kell tenni a cigit. Hú, anyám ír, gyerekek. Ennyi év után. Csak annyit írt.
Nem tudom, hogy jó vagy rossz, de szép leszel karácsonykor. Sok felkiáltó jelen. Tudod, akkor semmi smiley-el, semmi. Ez nem jelent jót. Akkor idén is sapkát kapsz. Jó, 20 évig azt kaptam, úgyhogy teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Jó? Jó. Jó, holnapra kidolgozzuk, akkor vagy János, vagy én jó, magam egyesen. Együtt üljetek össze, szeretném, ha ilyen szintű lenne a dolog. Mert ez nem kis bevállalás. Istenem, kopaszom, hát én most végeztem az egész dohányzással. Milyen érzés, milyen, hogy így fúj a szél, meg ilyen zél lesz. Nagyon jó lesz. És amikor nő, akkor viszket, mint az állat. Amikor... Nem, azért mostni tudom, nem? Attól még, mert kopasz vagyok, mosatok kaját. Amikor nem leszel emberek közt, amikor igen, csak úgy ülsz bent a szobába, és tényleg jó lesz. Teraszra, nagyon jó érzés. És amikor lesz. Emberek közé megyek? Hát akkor kellemetlen lesz. Mi van januárban forgatok? Akkor mi na van? Ez az. A paróka? Lehet ilyet csinálni? Paróka. Csináltassuk már meg előre neki az ugyanilyet. Nem. Egy ugyanilyen brutál paróka. A következőt kell megcsinálni. Tehát letolja a haját, ha. Mert ugye ez egy felajánlás, nem biztos, hogy ez be fog következni. De ha letolatja, akkor ugyanazt a hajat, mi akkor, még aznap elvitetjük egy paróka készítőhöz, és a saját hajadból csináltatunk neked egy parókát, amit viselhetsz majd a következő felvételen, akkor, hogyha ne adj Isten, felvételed lesz januárban. A saját hajadból. Egy paróka. Jó. Csináljuk egy parókát a saját hajadból. Jó, legyen így. Na jó van. Nagyon köszönöm a felajánlást, tényleg igazi lovag vagy. Én ez motivál. Szeretnélek inspirálni. Tehát figyelj, a tüdőrák nem érdekes, a nem tudom, a gégebetegség nem érdekes, a közös, vagy a családom mérgezés nem érdekes, de ez, hogy kopaszon láthatjuk a férfit, az igen. Nagyon jó. Köszönöm, no? Hölgyeim, ez itt a Sebestyén Balázs új műsora, a vendéghaj. Holnapra szerzünk egy programot, ami megmutatja az arcomat, kopasz, hogy én még nem mertem megnézni. Na, hívjuk a mosógép nyertest akkor? Igen. Hívjuk a mosógép nyertesünket, jó? Mária? Témaváltás, így van? Jó. Holnapra tehát jöttök akkor ti a fogadással. Most pedig felhívunk egy kis gazdit, mert hát ugye rengeteg mosógép jelentkezett a mi játékunkra, és valakit megörvendeztetünk azzal, hogy nyer egy mosógépet. Hihetetlenül sokan jelentkeztetek, és tényleg érezzük, hogy nagyon sok helyre kellene egy új mosógép. Hát ötöt tudunk most jelen pillanatban adni, mert egy egész héten zajlik a játék, minden nap egyet sorsolunk. Minden nap egyet sorsolunk, úgyhogy megnézzük, hogy az első gazda felveszi a telefont. Nagyon bízunk benne, hogy jó helyre megy. Tehát egy nagy családnál nagyon nagy szükség van egy jó, energiatakarékos, hatalmas mosógépre. Tessék. Halló, jó reggelt, Morning Show, Feri, Jani Balázs, hello. Oh, hello, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, mi Kéninger Andrásnét keresünk. Igen, én vagyok, pontosan. Elmondod a keresztnevedet? Teri. Hello, Teri, jó reggelt. Jó reggelt. Na, hát megkaptuk a mosógép nagyon szomorú hangvételű, rettenetesen megható levelét. Hát de tényleg olyan, hogyha látnátok, akkor ti is megmondanátok, mert valóban úgy van, hogy pelenkázom. Erre alá teszem a frottír törölközőket, hogy már ne áztassam a szomszédokat, meg ugrál, mint a bolond időnként. Na, mindegy, nem panaszkodom. Hány öreg éves, már. Hány éves ez a kis jószág? Hát várjál, 84 vagy 85-be vettük. Azt a mindenit neki. Igen. Azt a mindenit neki. Balázs, te vagy? Én. Na, hát csak a izéből ismerek így most a hangodra, az Egy perc és nyers című műsorodat imádom. Az is én vagyok. És én fordulok itt-ott. És januártól igen, már arcról se fogja felismerni. Akkor már fokhoz lesz. Na ne idegesítsél. Aj, igen. És akkor el kellene egy új mosógép, ugye? Hát, sajnos. És mit, ázik már? Ázik már? Tehát folyik a víz, azt mondta. Folyik alulról, csak meg... Hogy mondjam, valószínű, hogy csapágyas is lehet, mert visít, mint a nyavaj, amikor centrizne. Hány emberre kell mosni a szegény mosógépnek? Három. No. Uh-huh. Hát tudod, az az igazság, hogy a lányom egyedül neveli a gyerekét, és eléggé nehéz helyzetben vagyunk, na így emiatt. Hmm. Hogy a volt férje 10 fillérrel se segítette soha, és most ment egyetemre a unokám, és emiatt...
Emiatt nem könnyű a helyzet. Nem könnyű, na, így van, de nem panaszkodom. Na. Na, hát a helyzet az, hogy akkor van egy nagyon jó hírünk, mert a mosógéped annyira megható levelet írt nekünk. Hosszan-hosszan taglalta, hogy miért kellene már őt lecserélni. 120 perc mosás vár rá, hagyjál már ruha, sokan vagyunk, decemberben jön már az újabb generáció. Szóval, hogy rengeteg mindent írt le a kis mosógép. Igen. A jó hír az, hogy egy vadonatúj mosógéppel szeretnénk benneteket megörvendeztetni. Ó, Balázs, én mindjárt így tessek össze. Most indultam el egy fél kiló kenyeret venni a boltba. Hát ez nem igaz ez a jó hír. Úristen. Na, ma éhes lesz a család egész. Napkenyér nem lesz. Bizonyám. Balázs. Hát ettől nagyobb örömöt, nem sok öröm él az, ért az életbe, de ettől nagyobb örömöt most, ami most van, fú, el nem tudom mondani. Örülünk. Hát tessék akkor azt a régi mosógépet lecserélni, jó? Ahogy hát halljuk ezt. Jó akkor helyre le is fogjuk, igen. Köszönöm szépen, Balázs, úristen. Eddig is szerettelek benneteket, de ezentúl még így jobban foglak. Drága vagy, köszönjük szépen. Küldjük, akkor minden részletet elmondunk adás után. Tartsátok még életben a kis jószágot, jó? Persze, nem sokára megérkezik egy vadonatúj. Jó? Jaj, nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyosak vagytok. Na, puszilunk. Jó egészséget nektek is, küldjük. Nektek is, és továbbra is jó munkát, szépen napot, mindent, amire létezik, minden jót kívánok. Köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Na, köszönjük, puszi Deniket. Szia, hello. Ez jó helyre ment. Ezért mondom, hogy a mosógépeknek kell jó levelet írni, és akkor előbb-utóbb eljutunk a mosógépek gazdájához. És lehet még írni? Tehát ma is lehet nyugodtan? A mosógépek írhatnak? Vagy a múlt hét volt az íróidő? Vagy lehet nyugodtan írni? Mosógép.hu egész héten megy a játék, holnap egy újabb mosógépet sorsolunk. Jó, most ki is derül, hogy milyen mosógépről van szó. Szóval mit nézel? Hogy kopaszom, hogy fogsz a tévében kinézni. Így szokták a rendezők, nem? Ilyen négyszöget formálnak, és akkor abba így beleraknak. Add, hogy rágyújtson a következő 3 hónapot. Erőt adtál. 3 perccel jövünk mindjárt, a nap legjobb pillanatai van. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 5 perc. A terítke milyen aranyos volt, nem? Nagyon helyes cuki volt, nagyon is mennyire örült. Igen, jó helyre ment. Az első mosógépünk jó helyre ment. Itt valószínűleg nincs másik 3 még a garázsban. Bevetésre várva, nem? Úgyhogy Terike aranyos volt. Na, holnap is sorsolunk egyébként így 9:30 magasságában. Azok a mosógépek, akik benevezték kis gazdájukat, figyeljenek, jó? Mert előbb-utóbb lehet, hogy meghallják a hangot, és gazdájuk hangját, és akkor fellélegezhetnek. És hát akkor tényleg nyugdíjba tudjuk őket küldeni. Na, azt mondja, hogy persze, Bali, könnyen ígéred a hajvágást, az ország összes műszaki áruházában nincs annyi hajnyírva, ami a te fejedre elég lenne. Úristen, Feri, még sosem drukkoltam neked ennyire, mint most. De drága vagy, köszönöm. Na, most már legalább őszintén drukkollak az ember. Ugye? Igen, hidd el, Bali, szivacsal fésülködni nagyon jó. Nekünk egy hallgató. Ha igen, hát meglátjuk, mi lesz ebből. Hajrá, Feri, hújjon Balázs, haja, Zoli, Albert írsáról. Kaptuk ezt is SMS-ben. Feri, hívj, elmondom, hogy szoktam le 26 év cigizés után, nem Ákos, nem adásban, ez Ákos írta meg nekünk. Köszönöm. Ákos, csörgök. Igen. Sokan jönnek velem egyébként, ha jó, nem sokan, nem, de 4-en írták, hogy ők is most velem együtt elszívták az utolsót. Aha. Nincs több cigi. Nincs. Számukra se. Nincs több cigi. Figyelj, lesz, ami lesz. Csak ki lehet bírni, ez hány hónap? 3. Október, november, december. 3 hónapot, hát csak. És 23-án pedig. De nem a tűnőleborosztályok, és ahogy megyek haza, tudod, kopaszon húzom a kis sapkát, mert nagyon fázik a kis fejem. Megyek ki, és itt a szélszesek. Gyerekeket, ez a Bali, ez. Nagyon dohányzol majd itt kint. Nem, azt nem ér meg sem. Az rohadékság. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egy bulvárújság lehozta, hogy még mindig zajlanak a termékbemutatók, és még mindig vannak olyan nyugdíjasok, akik 4-5-600 000 forintot kifizetnek egy-egy edény készletért. Ez egy mai cikk. És ebből kiindulva mi is megkérdeztük hallgatóinkat, hogy mondják el, mi a tapasztalat a családban, a rokonságnál, tényleg járnak-e nagypapák, nagymamák még ilyen termékbemutatóra? Hát elképesztő eseményeket kaptunk, hogy mit vettek meg 300-500 000 forintért, vagy akár 1 millióért. Csoda edénykészlet, csoda porszívó és csoda vízszűrő. Nagyon mennek ezek. Erről beszélgettünk. Valamint kiderült, hogy tegnap volt az értékeld a feleséged nap.
Mi annyira készültünk. És köszönjük, hogy mondtad, mert jövőre már mi is ott leszünk. Igen. Az első sorokban. Kiderült, hogy ezt elfelejtettük, és megkértük női hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-t, minek örülnének igazán. Egy valójában tényleg romantikus dolognak, mint egy randi, egy szál virág, egy pici ajándék, vagy egy csak egy aranyos szerelmi vallomás, amire az ember nem számít, vagy hétköznapi dologra, hogy hajtsák le a WC deszkát, ha kinyomták a fokrémet, cseréljenek fokrémes tubust, vagy ha elfogyott a budipapír, cseréljék ki. Már ennek is örülnének-e. És kiderült, hogy a nők leginkább erre vágynak, nem romantikus dologra, hanem hogy a férjük egyszer megcsináljon valami teljesen hétköznapit. Rengeteg SMS-t kaptunk a témában, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 10 óra, az 52-es úton a 32-es kavicsnál KPM, vigyázzon mindenki, ezt Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen! Az Egér úton még mindig hatalmas a dugó, az M1-estől az Andor útig egy óra alatt lehet eljutni, és Budakeszin is hatalmas forgalom van, mindkét irányba elesett Budakeszin. Na, a hallgatók pedig ellepték a Facebook oldalunkat, pályamunkákat küldözgetnek, hát nem mondom, hogy életem legjobb döntése volt, tehát ezzel így szembesülni... Tehát jönnek a képek, hogy úristen, hogy fogok kinézni kopaszon, nem egy előnyös fejforma. Tehát úgy érzem, hogy nem egy előnyös fejforma az, amivel rendelkezem. Annyit azért hagyd tegyek hozzá, hogy nem az a fajta kopasság lesz, hogy nullás géppel és majd még borotvával lehúzzuk. Hello, Csabi. Hanem a géppel letoljuk a maximális rövidségre. De ugye, ahogy Jani szokta, hogy még borotvával áthúzza, hogy fényes legyen, nem akarok. És utána pedig beszélik olazom. Igen, úgy csillogsz, érted, hallod? Hát, konkrétan fel van polírozva a homlokat. Segre ül a légy, ha ráesik. Ilyet nem akarom, köszönöm. Tehát a maximális rövidség lesz, ha Feri nem gyűjt rá. Adja is, de hogy rányújtson. Úgyhogy lehet küldözgetni a pályamunkákat, jó? Hogy gyerekek, ki dohányzott itt a stúdióban? Én nem akartam rágyújtani, én tegnap este 10-kor elszívtam az utolsó cigit. Azt mondta Balázs, hogy ezt már pedig közösen kell leszívni. Rituális Jani közös. Is beleszívott. De azt érzékelitek, hogy a Feri leszokásának ki lett a főszereplője? Tehát ki jön ki az egészből, hát tök jól, érted? Gyerekek, ez egy szakma. Hát ez érted, ez nem egy ugye? Szakkör. Hát ezt is érted. De a TV2 Akadémián ezt tanítják, hogy bármilyen eseményben hogy váljál te főszereplő. Ezért mások sok százezer forintot fizetnek, mert én megmutatom, hogy kell csinálni. Újra forgatják a csúcsfejeket, vagy mi? Így most már az is drukkor Feri leszokásának, aki eddig azt érezte, hogy leszokik, nem szokik, nem dohányzom, minden. Most már kaján örömmel, kaján vigyorral várja majd, hogy szívjon egy kicsit a bali. Na, hívjuk a nap hallgatóját, gyorsan, ha mondja, hogy Morning Show, övé az ajándékcsomag. Mi van ilyenkor, azt a magánszám elutasításom van? Nem, a kinyomva az lassabb foglalt jelzés. Megpróbáld újra, Laci. Olyan lesz ebből, mint Berényi Miki, írja valaki. Nem, azért annyira nem lesz durva. De, annyira durva lesz, de! Már fél órája nem gyújtottál rá, Feri. Én tegnap este 10 óta nem gyújtottam rá, te rohadéka. Na jó, hát a nem. Az SMS írója egyébként szellemes dolgot írt. Ugye azt kértük női hallgatóinktól, hogy írják meg nekünk, hogy romantikus dolognak, örülnének inkább, vagy csak valami hétköznapjának, hogy a férjük párjuk megtenni. Jó lenne, a férjem nem pisilne folyton a mosdóba. Főleg, amíg ott mosom a fogam. Nekem már ez is elég lenne. Jött ez SMS-ben. Szerettük volna az SMS íróját egy ajándékcsomaggal megörvendeztetni. Csabi, hello, milyen volt a múlt hét? Jó reggelt, pihenős. Tényleg? Hihetetlen, de most fel kellene sorolni, hogy mi mindent csináltam. Egyrészt már nem is emlékszem annyi mindent, és... Engem csak egy érdekel. Költséges volt. Mert ilyenkor elmegyünk vásárolni, azt mondja a Laura, de jó, hogy itt vagy, nem kell egyedül menni. És akkor ide megyünk, oda megyünk. De tényleg ezért mész Szabira, hogy a feleséget rángassa. Az van, hogy annyira jó cégnél dolgozunk, hogy egyrészt baromi sok Szabit adnak, és annyi pénzt, hogy ezt nem tudja ő egyedül elküldeni, és nekem segíteni kell. Gyerekek, hát a Garami elmondta, hogy miért van Szabin, úgyhogy erre firtassunk rá, hogy tényleg dolgoztok a harmadikon? Mert mi ezt az információt kaptuk a Garamitól, hogy azért vagy Szabin, mert hogy dolgoztok a harmadikon. Az igazság, hogy a Garami nagyon jobban van a Laurával, tehát ők jóval többet beszélnek egymással, mint mondjuk én a Garamival. Nem tudom, hogy a Laura mit mondott neki.
Hát mi esetben menj haza, nézd meg az éjjeli szekrényt, hogy fogy-e rendesen a kis napi adag, mert ha ott már ki, azt szerdán vette be az utolsót, akkor ott nagy baj van. Mondjuk az is furcsa, hogy akkor ott nagy a baj. Az is kicsit furcsa, hogy a Laura csak a Tesco-ban tud teherbe esni. Igen. Na, voltunk az hol tolját, a női vét, érte? Szóval, hogy mi ezt az infót kaptuk, gondoltam, ráfértetek, hogy igaz-e a dolog. Hát mondjuk, nem csalódtam a garamiban. Jó van. Ő mindig tudja, hogy nekem mi a dolgom. Milyen zenék lesznek, Csabi? Remek zenék újra? Én nagyon-nagyon drukkolok egyrészt a Ferinek, főleg miattad, úgyhogy ezen az úton menj tovább, ezt üzeni neked, Cibi Norbi. Jó? Jó, ide rendben. Cibi Norbi, Cibi Norbi, Cibi Norbi, tehát hogy még erős, ez is reszed, de jó, Cibi Norbi. Cibi Norbi. Ja, Cibi. Na jó, hát akkor meghallgatjuk. Jó. Cibi Norbi. Cibi Norbi dalát. 555-55-00, jó, a telefonszám, itt tudtok dalt kérni, a mosógépeknek mondjuk, hogy nyugodtan pályázzanak még, és ha úgy érzik, hogy lejárt az idejük, akkor kisgazdájuk nevében írják meg, vagy az ő saját nevükben egyes szemmelső szemében írják meg, hogy miért kellene már őket lecserélni. Jó, holnap 6-kor jövünk, illetve pontosabban, ha én késem picit, az igazoltan lesz. No. Rám jár a rúd, gyerekek, vonatoztom kell, kopanok a haját, nem lesz ez így jó. Nem lesz ez így jó. De a MÁV már dolgozik rajta, az egész vonalon polírozzák a sineket, hogy nehogy véletlen Balázs elkéssen. Gyerekek, a MÁV mióta bemondtam, hogy holnap vonattal jövök, Ákoson keresztül velem akar beszélni, hogy hol szállok föl, és melyik vonattal jövök, nem mondom meg. Félnek ők egy kicsit ettől szerintem. Szúrópróbaszerű ellenőrzés lesz holnap. Lehet, hogy már holnapra kitépi az összes haját, mire beér. Meglátjuk. Csabi, jön a Kívánság műsorral, kérjetek tőle dalt, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amely